Hektár. Mezőgazdasági podcast Gribek Danival. Fókuszban a fenntartható gazdálkodás, a talajvédelem és az innovatív technológiák. Tartotok a no-till-től, de valamin változtatni szeretnétek? A talajművelés teljes elhagyásához még nincsen bátorságotok, de elindulnátok a talaj megújító gazdálkodás útján? Akkor most adunk egy tippet. Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és a Hektár mezőgazdasági podcastot halljátok, aminek a központi témája ezúttal a sávos művelés, más néven strip-till. Milyen előnyei vannak a hagyományos, vagy akár az imént említett no-till műveléssel szemben? Mik a legnagyobb kihívások? Milyen gépek állnak rendelkezésre, hogy hatékonyan működjön a rendszer? Mire érdemes odafigyelni az átálláskor? Hogyan kapcsolható össze a takarónövényes technológia és a sávművelés? Mikor ideális egy sávművelő használata, és milyen tippeket ad a gyomírtás kapcsán egy 10 éves strip-tillező termelő? Mi a helyzet a tápanyag utánpótlással? Sok kérdést megválaszolunk a mai napon, olyanokat is, amiket ti hallgatók tettetek fel a Hektár mezőgazdasági podcast, valamint az Agrár újságírói Facebook oldalamon. Mielőtt viszont bemutatnám a vendégeimet, egy nagyon fontos, a magát sorozatnál talán már megszokott információ. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság! Az adás szakmai média támogatója az Agrofórum. Iránymutató a mezőgazdaságban. Kérlek, hogyha tetszett vagy tetszik a műsor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, de állítsátok be az értesítéseket a Spotify-on, iTunes-on, Deezer-en, Google Podcast-on, illetve lájkoljátok és osszátok az adást, hogy még több gazdatárshoz eljussanak azok a gyakorlati információk, amik a következő 1-2 órában majd most itt elhangoznak. Kövessétek a Hektár mezőgazdasági podcastot a Facebookon, Instagramon, engem pedig Gribek Dániel agrár újságíró néven találtok meg ezeken a közösségi média platformokon. Ennyit a kötelező felvezetőről, következzen tehát a várva várt beszélgetés a sávos művelésről, vagyis a strip-tillről. A stúdióban itt ül mellettem Belai Tamás, a Kite ZRT gépkereskedelmet támogató mérnöke. Köszöntelek a Hektárban. Én is köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek. Másik beszélgető társam, Nagy Dániel hozzávetőlegesen 10 éve foglalkozik sávos műveléssel. Hát azt hiszem, hogy az ország egyik legtapasztaltabb strip-tilleséről beszélünk. Tardon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében majdnem 600 hektáron termel, és Dani, aki ismer, az azt mondta, hogy te egy ilyen csöndes, viszonylag szűkszavú, szerény ember és gazdálkodó vagy, és ezért én külön köszönöm, hogy elfogadtad a podcast meghívást, úgyhogy üdvözöllek téged is a Hektárban. Én is üdvözlök mindenkit, és köszönettel fogadta vele a meghívást, mert ez nekem egy olyan kihívás, amit régóta meg szerettem volna lépni, hogy nyilvános szerepléssel átlépjem a saját korlátaimat, úgyhogy köszönöm. Ahogy ez lenni szokott, kezdjük egy pici elmélettel, de itt ígérjük meg a hallgatóknak, hogy tényleg azért a gyakorlattal fogunk foglalkozni. Több gazdálkodót is hozok még itt Nagy Dani mellett kis interjúk szintjén. Itt lesz velünk majd Berend Ferenc, Bényi Ferenc, Kardos Ferenc, Cvikli Balázs, Zsupos Zsolt, Friss Rihárd, valamint Kisede is. Remélem nem hagytam ki senkit most ebből a felsorolásból, és hát lesznek még szakmai vendégek, de ők akkor maradjanak meglepetés. Tehát akkor sávművelés, tisztázzuk, hogy mi az a sávművelés, és itt most Tamás hozzád fordulnék, hogy elméletben mit kell erről a rendszerről tudni. Igazából ez egy talajvédő művelési rendszer. Ugye Észak-Amerikából indult ez a tendencia a sávos művelésre, és nem elsősorban a művelési ágakból alakult ki, hanem mondjuk így, hogy inkább a no-tillből egy visszalépés volt. Két illinoisi gazdához köthető, Jim Kinsella, illetve Rich Folmer, akik azt tapasztalták itt az illinoisi tavaszokban, hogy a kukorica egy kicsit vontatottan fejlődik, nehezen fejlődik a no-tilles területükbe, és olyan megoldást kerestek, amivel ezt gyakorlatilag ki tudják küszöbölni, és ez volt a sávművelés. A Jim Kinsella ez úgy jött rá ennek a jótékony hatásáról, hogy
hogy állítólag véletlenül az ammónia injektálót, amikor ugye kirakta össze a tápanyagot, néhány sor az ammónia injektálónak a sorával találkozott, és ott sokkal jobban fejlődött a kukorica. Rich Vollmer pedig szándékosan keresett egy megoldást a talaj melegedés elősegítésére, és épített magának egy ilyen tárcsás sekélyművelő sávművelőt, meghúzta koratavasszal a sávokat, és erre vetett rá igazából. Ez nagyon érdekes ez a történet, és azért, mert majd fogjuk látni az adás során, hogy majdnem mindenki, aki most elkezdi a sávos művelést itt az interjú alanyok között, pont, hogy fordítva közelítik meg, tehát egyfajta köztes lépés az esetleges nótére történő átállásra. Tehát, hogy ma már ugye akkor ez a felfedezés, ami egy visszalépés lehet, hogy egy lépcsőfok a talajművelés akár teljes elhagyása irányában. Így van, mondhatjuk így is. A hivatalos fogalma egyébként az USDA NRCS szabványában megtalálható, tehát ez egy nem teljes felületű művelés, magyarul betakarítás után csak a talajnak, vagy a felszínnek a gyakorlatilag 30%-át bolygatjuk meg, majd utána erre a sávra történik meg a vetés, és a sor köz gyakorlatilag bolygatatlan marad. Hogyha mondjuk a magyarországi történetét, röpke történetét nézzük a sávos művelésnek, akkor mikor jelent ez meg, mikor ismerkedtek meg vele a gazdálkodók? Én láttam ugye prezentációdat, és abban azt hiszem talán 99-ben készült egy fotó egy kűne sávművelőről, tehát akkor már valamiféle információt kaptak ezek szerint a gazdák. Így van, tehát azt elfelejtettem mondani, hogy az USA-ban ez a 80-as évek végén alakult ki, ugye a no-till is a 70-es, 80-as években futott fel, ahogy megjelentek a különböző gyomírtószerek, és a gazdák meg tudták oldani mechanikai gyomírtás nélkül is a gyomoknak a gyakorlatilag kiírtását, és a sávművelés, ugye ez 80-as években indult el, Magyarországon a 90-es évekről tudok, ahol az IKR Bábolna kűnével közösen készített egy sávművelőt. Nagy Danihoz fordulok, hogy te mikor, hogyan és miért kezdtél bele a sávművelés alkalmazásába? Mi volt az induló pont, amikor azt elhatároztad, hogy most ezzel fogsz foglalkozni, vagy pontosabban gondolom kipróbálod? 2012 volt az év, jól emlékszem, amikor a Kite behozta először ezt az eszközt, akkor még csak egy kiállításon láttuk. Az elején megfogott ez a gép, mert nem tudtam hová tenni. Én még életemben nem hallottam erről, a technológiáról, és nagyon kezdett érdekelni. Már akkor rendelkezésünkre állt az RTK rendszer, ehhez a műveléshez pedig az egy alap elvárás. Ezért arra gondoltam, hogy együttműködve a kités fejlesztőkkel kipróbáljuk ezt az eszközt. Még nem is gondoltam mai napig végig, hogy mi volt az, ami rávitte erre a lépésre, és 2002. szeptemberében egy kités tanulmányúton voltam kint az Észak-Amerikában, a kukoricaövezetben, és ott nagyon-nagyon sokat hallottunk, nem a széptérről, hanem erről a bolygatás nélküli, a minimum művelés, no-till, és nagyon szép eredmények voltak ott. Kérdeztük, idősebb kollégák voltak velünk, 40-50-60 év körüliek, és ők nagyon kételkedtek benne, és kérdezték, hogy de hová tettétek az ekét? És mondták, hogy nincs, tehát az múzeumban van. És nem hitték el, hogy ezt így lehet csinálni. És ez így bennem valószínű tudatalat munkát, ez az elképzelés. Szeretném hozzátenni, hogy 2009 óta más forgatás nélkül műveltünk. Tehát nekem már akkor volt ebbe az irányba egy lépésem, és szerettem volna tovább fejleszteni. Az összes előnyét, én csak az előnyére koncentráltam az elején. Jól is tettem, mert azért nagyon sok buktatója is van. Erről majd beszéljünk, hogy milyen buktatói van. Igen, igen. De akkor a telkéd ment a múzeumban, és akkor az előnyeire. Észak-Amerikában, ott múzeumban, én is elvinném, csak az egy másik történet. Igen, nagyon megfogtak az új technikák, technológiák. És akkor még ugye az elején voltam a gazdálkodásnak, nem nagyon tudtam mibe belekezdeni, és talán ez volt az első lehetőség, amikor igazán el tudtam indítani ezt a talajnak a ilyen irányú művelését. Itt Danihoz visszacsatolva, hát annyit elfelejtettem azért mondani, pedig egy nagyon fontos dolog. Hát ugye 99-2000 környékén még a műholdas navigáció nem állt ott, hogy ezt a technológiát megfelelően ki lehessen vitelezni. Nyilván itt kézzel kellett nyomjelző segítségével ezt megcsinálni, valószínű ezért sem terjedt el különösebben
ez a technológia. Eközben ugye a Kitébe is voltak különböző forgatás nélküli műveléses kísérletek, az elsősorban ugye teljes felületű művelésre volt alapozva, de már akkor voltak gabonába direktvetéses kísérletek, illetve kukorica napraforgóba is voltak direktvetéses kísérletek. Ez az MGI, tehát az akkori műszaki intézettel közösen a Kite a John Deere talajművelőgépekkel, illetve vetőgépekkel együtt vizsgálva nézték meg ezeket a különböző művelési rendszereket. Ha jól emlékszem, akkor 4 különböző helyszínen az országban, tehát az ország különböző tájain, Dunántúlon, illetve több alföldi helyszínen is. Hát ugye, mint mondtam, ennek az alapja a műholdas navigáció. És ugye 2009-től a Kite ZRT elkezdte kiépíteni a saját RTK hálózatát, létrehozta az automatikus kormányzás használatát, hiszen már a 2000-es évek közepétől rendelkezésre állt az automatikus kormányzás, azonban nem volt olyan pontos, hogy akár egy ilyen sávművelésre lehetne használni, és ugye az RTK-nak az egyik jellemző, hogy megismételhető, tehát ahol egyszer elmentünk, oda vissza tudunk menni, és erre az RTK hálózatra ráhúzva hozta be a Kite ezt a technológiát Észak-Amerikából, és az Ortman márkát választotta. Ezt ugye 2011 kora őszén mutattuk be a Sárbogárdi bemutatón, és akkor utána kezdődtek a sávos műveléssel különböző kísérletek. Mik a konkrét előnyei a sávos művelésnek, akár itt a hagyományos, most beszélhetünk szántásos, vagy beszélhetünk forgatás nélküli művelésről is, illetve mondjuk a no-tillhez képest, és ezt szeretném felvezetni Berend Ferenc segítségével, mert hogy ezt az oldalt ő nagyon jól látja, kísérletezik is folyamatosan a no-till és a strip-till összehasonlításával. A 400 hektáros somogyi termelőt halljuk tehát most, aki ugye azért főként no-till-el foglalkozik, és arra is esküszik, de majd hajlani fogjuk, hogy miért van sávművelője otthon az udvaron, amit azért néha szokott használni is. Mi sávost is próbáltunk még 17-18-ban a no-till mellett, és igazából ugyanazok az eredmények jöttek ki, illetve hát az, hogy magában a gépnek a beszerzési ára az olyan drága volt, hogy pont Kökény Attila mondta, hogy ne foglalkozzunk a sávossal, mert ugyanaz lesz, mint a no-till, csak hát költségesebben. És az eredmények azt mutatták, hogy nem volt nagy különbség tényleg a sávos és a no-till között. Aztán a csigának a megjelenése, tehát ez a mesztelen csiga, spanyol csiga megjelenése, az pont azt hozta, hogy a legkisebb kárt azzal tesszük, hogyha nem kémészetekkel védekezünk, amik a földi grisztákat elpusztítják, hanem akkor inkább egy vékony sávot húzunk magát készítésként, és akkor ezért hát szerencsére Bellai Tomi nyomására így akkor vettünk egy sávművelőt. Mi a vetőgépünk nem zárt le rendesen, ezért ott, ahol no-tillbe vetettünk, ott volt problémánk 2022-ben is a mesztelen csigákkal, és azért volt, ahol újra is kellett vetnünk kukoricát is már, és akkor így a kapásoknál ezt használtuk sávművelőt, tehát ott, ahol tudtam, hogy már volt egyszer csiga problémánk, ott már alapból oda mentünk sávművelővel, meg volt egy összehasonlító kísérletünk direkt, hogy no-till és sávművelés hogy viselkedik. Hát 32 meg 38 hektáron csináltuk, és ott azért az jött ki, hogyha belenyúlunk a sávművelővel a talajba, akkor itt az asszályban azért egy héttel korábban adja föl a kukorica az életét, mint a no-tillben. És így több termésünk is volt a no-till kukoricában, mint a sávművelővel egy jó fél tonnával. Én azt mondom, hogy a no-till a legjobb, csak itt azt kell mérlegelni, hogy ha bármilyen kompromisszumot kell kötni, arra meg a sávművelő a legjobb. Tehát, hogyha ha úgy, mint nálunk, hogy van egy problémánk, most remélem, hogy a vetélgépünk föl lesz szerelve ezzel a precision blendinges furóforszalt, és akkor azt talán le fogja úgy zárni a talajt, hogy a csiga nem tudott a vetőárokba szépen nyugodtan végigmenni, akkor megint vissza fog szorulni nálunk a sávművelő. Most megint egy tesztévünk lesz, tehát csinálunk ilyet is, meg olyat is.
Tehát én inkább azt mondom, hogy a no-till sokkal hasznosabb, mint a sávművelő, de hogyha az embernek van már RTK-ja, meg vesz egy sávművelőt, akkor azoktól az idegi feszültségektől, meg a folyamatos gondolkodástól megszabadítja magát, mert igazából a sávművelésnek nagyon sok előnye van, azt a Bella Itomi tudja elmondani, meg biztos el is fogja mondani. Én azt látom, hogyha belenyúlunk a talajba, az mindig veszteséget okoz, mind a nedvességben, mind pedig az átalakulásában vagy fejlődésében. És ezért én azt mondom, hogy inkább a no-till, de hogyha valaki a forgatásos vagy a kultivátoros műveléssel jön, akkor igazából a sávművelés az nem okoz neki nagy technológiai változást, mert mindent lehet csinálni, sőt, költségcsökkentés, tehát sokkal olcsóbb. Az üzemeltetés a vetőgépre akkor már rá tudja szerelni a sávpermetezőt, de azt meg Nagy Dani tudja elmondani, tehát ő ezt már csinálja évek óta. Mi egy 12 soros sávművelőt vettünk a Kite kiárusító akciójában, tehát nagyon jól tudtuk ezt megvenni, és akkor pont azért, hogy ha mondjuk ezt használjuk, akkor a helyspecifikus műtrágya kijutatást is meg tudjuk oldani, azért vettem rá egy Horse Partner tartályt, amit most fogunk majd összeszerelni, éppen azért, hogyha már technológiát csináljunk, akkor csináljuk rendesen, tehát akkor már azzal is tudunk spórolni, mert azt az amerikaiak elmondják, hogyha a sávba helyezed le a műtrágyát, akkor 0,75 egység elég ahhoz, mint hogyha felszínre leszórnád. Tehát a felszínre leszórt műtrágya az egy egység, akkor hogyha a sávba beleteszed, akkor 0,75 egységgel ugyanazt a talajvizsgálati eredményeket fogod megkapni. Tehát ezért csináltuk, aztán lehet, hogyha most a vetőgépről így beválik, hogy mondom, jól összezárja a sorokat, és jól tudunk vele vetni, akkor lehet, hogy nem is nagyon fogjuk használni, de lesz mihez nyúlni, ha baj van. Mi kipróbáltuk a biostriptilt is különben, ezt meg a Kardos Feri már csinálta régebben, és akkor ő mesélt erről, aztán mi is egy tempóval, napraforgó aratás után tirisradist vetettünk el szemenként 75 centire, és hát mi egy szeptember másik felébe vetettük, nekünk ilyen sárgarépa nagyságú retkek lettek februárra, és akkor tavasszal azt termináltuk, és utána pedig hát olyan száraz volt a tavasz, hogy nagyon nehéz volt mellé vetni, de pont 5 centivel toltuk el a vetőgépet, és akkor még aránylag bele tudta tenni a magukat a földbe, és akkor volt a rekordtápa termésünk ezután a biostriptil után. Ezzel foglalkozunk még részletesen, majd Kardos Ferenc hajdúsági termelő fogja bemutatni, hogy ez mit is jelent. Annyit előre vetitek, hogy ez nem a klasszikus, hivatalos bió, hanem egy nagyon érdekes megoldást takaró növényekkel, de ezt most itt a zárójelet be is zárom. Hát akkor a striptil előnyei. Hát a sávos művelésnek a legfőbb előnye, ha valahol el kéne helyeznünk, nyilván a teljes felületű forgatás nélküli művelés és a no-till közt helyezkedik valahol el félúton. Nyilvánvalóan mind a kettőnek az előnyével rendelkezik. Ugye no-tillre az a jellemző, hogy ugye abszolút nem bolygatjuk a talajt, szeretnénk kialakítani a talajnak a természetes állapotát gyökerekkel, gilisztajáratokkal, minimális taposással, viszont ugye a no-tillnak van egy olyan hátránya, elsősorban a tavaszi növények közt, ugye kukorica, napraforgó, talán még a szója is, hogy a talaj, hogyha nagy mennyiségű mulcsal van fedve, azért nehezen melegszik. És hogyha nehezen melegszik, akkor későn tudunk rámenni, későn tudjuk elvetni, nyilván szűkül a kukorica tenyész ideje, és ugye, mint mondtam, ugye illinoisi gazdák találták föl, ugye azt kell tudni, hogy viszonylag nagy hozamokkal dolgoznak, tehát 10 tonna fölötti, akár 16 tonnás kukoricával is dolgoznak, ennek elég nagy mennyiségű szármaradványa van, és mint mondtam, kerestek egy olyan megoldást, amivel megtarthatják a no-tillnak az előnyeit, de kihasználhatják a hagyományos művelés, vagy egy forgatás nélküli teljes felületű művelésnek az előnyeit is, és ez a strip-till, ahol tényleg csak azt a sávot művelik meg,
ahova vetni fognak. Ennek ugye több előnye van, egyrészt tavasszal korábban melegszik a talaj, gyorsabban el lehet vetni. A no-tillhez képest ugye pozícionálni tudjuk a tápanyagot, ugye no-tillbe igazából a vetőgéppel van lehetőségünk kijuttatni a tápanyagot, és nem lehet a gyökér alá rakni, strip-tillgéppel ez lehetséges. És nyilván a no-tillnek van egy erózió elleni védelmi előnyei is, ez talán a strip-tillnél is, én úgy gondolom, hogyha megfelelően csináljuk, akkor ez igazából megmarad. Hátránya nyilván a no-tillhez képest valamennyi nedvességet fogunk veszteni, ez biztos így van, tehát aki abszolút száraz gazdálkodásba abba dolgozik, ott tehát 400 mm alatt, vagy még az alatti csapadékban, ott lehet, hogy a no-till egy hosszú távon jobb megoldás, viszont akinek van elegendő csapadék tavasszal, annak szerintem a strip-till az egy jobb lehetőség lehet. Ha energetikailag nézzük, nyilván itt van egy sávos művelő, amit ugye ősszel vagy akár tavasszal meg lehet húzni. Ennek nyilván van egy lóerő igénye, tehát egy kicsit több gázolajjal kell dolgoznunk, mint a no-tillbe, de jóval kevesebb energiát igényel, mint mondjuk egy hagyományos, akár forgatásos, vagy akár teljes felületű forgatás nélküli talajművelési rendszer. Említetted ezt a 400 mm alattit, nem véletlen, hogy Mihajlo Dragancsuk, aki nemrég itt volt Magyarországon a Krímről, ő abszolút no-till termelést folytat, hiszen ilyen 300 mm csapadék körül érkezik nekik évente. Azért emeltem ki, mert hogy a legutóbbi hektár magágyban vele hallható egy jó fél órás interjú. Dani, te milyen előnyöket láttál tényleg ott, és rögtön, amikor elkezdted. Gondolom, ezekkel egybefügg, amiket most a Tamás elmondott. Sokan egymás mellé teszik mondjuk a gázolajfogyasztási értékeket, és hallottam olyan tervét, aki azt mondta, és azt mondta nekem, hogy 20 liter gázolajfogyasztás van a szántás meg a sávművelés között, és hogy az nem olyan nagy tétel. Szerintem meg elég nagy tétel, mert a fogyasztáshoz tartozik egy gépamortizáció is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy nekem a traktorom ilyen területhez az olajcsere periódust épp, hogy eléri egy év alatt a használata. És ugye a mai gépek már nem olcsók. Az üzemeltetésük sem, a javításuk sem, úgyhogy ez nekem teljesen egyértelmű, plusz a szántáshoz minimum kettő művelet. Az, hogyha tényleg aki szánt, annak fegetének kell lenni, és hogy jó, úgy nézzen ki, ahogy a szeme kívánja, ahhoz még legalább kettő művelet kell. Most innentől kezdve akkor minden megy fölfelé. Az amortizáció, a fogyasztás, a talajnak a degradálása, és ez egy fölfelé ívelő költséget eredményez nekünk, amit ezzel úgy gondolom, hogy kordából lehet tartani. És hogyha már én ősszel nagyon szépen meghúztam a sávokat, akkor engem ez arra sarkal, hogy tavasszal ne nyúljak bele még egyszer. Tehát ez egy plusz motiváció nekem, hogyha ilyen szépen sikerül meghúzni, akkor onnantól kezdve már csak vetni szeretnék a következő művelet. A talaj művelést elhagyva, maximum egy kiegészítő művelet, egy nyomírtás, ezen kívül semmi. Van egy hallgatói kérdés itt az összehasonlító kísérletekkel kapcsolatban. Ugye erről már részben beszéltél, hogy ilyenek zajlottak, és ha jól tudom, zajlanak most is ugye a Kite házatáján, hogy vannak-e erről konkrét adatok, hozamok, jövedelmezőség, de akár Dani hozzád is fordulatok, hogy gondolom azért, ugye most itt sok mindent elmondtál róla, de hogy tényleg volt-e összehasonlító kísérlet a kezdetekben, ahol ezek a különbségek kijöttek, látszottak, akár hozamban, akár jövedelmezőségben? Hát ugye én személy szerint a gyakorlatban ezt a sávos művelést ugye 2011 őszében kezdtem. Nyilván előtte elméletben is már én már gyakorlatilag az egyetemen is foglalkoztatott ez a dolog, engem mindig érdekelt ezek ez a forgatás nélküli talajművelési rendszerek, de mondom, a gyakorlatban 11-től kezdődött, 5 darab ilyen sávos művelőgép jött be az országba, és mind az 5-öt különböző régiókba demóztattuk. Én elsősorban a Dunántúlér feleltem, ott jellemzően ugye barna erdő talajok, de voltunk Szekszárd mellett is például, ahol elég kötött ilyen öntésréti talajok voltak, szóval rengeteg fajta talajnál próbáltunk, illetve a jobb helyszíneken állítottunk be már akkor is kísérleteket, majd később ugye lettek ilyen több éves tartam kísérletek is, például ugye Kenderesen, illetve Nádudvaron is lettek beállítva.
Ezek alapján, az összehasonlítások alapján, ugye amikor kezdtük, elsősorban táblafelezéssel dolgoztunk, tehát a táblából ki volt jelölve egy darab, próbáltunk homogén táblarészeket nézni, és ebbe különböző variációkat vittünk bele, tőszámvariációkat, különböző hibrideket, gyomírtási megoldásokat. Igazából azt lehet mondani, hogy a következő év, 12, az egy száraz év volt. Abban az évben nagyon-nagyon jól vizsgáztak a sávos művelések, nyilván több nedvesség maradt bent a talajban, akkor jobbak voltak. Viszont a következő év egy nedvesebb év volt, és például nem mindig volt fix helyszínünk, tehát valahova oda mentünk, meghúztuk, nem tudtuk a talajnak az előéletét, milyen művelést használtak, illetve megkérdeztük nyilván, de úgy mondom, hogyha valahol nem volt meg a megfelelő talajállapot, a megfelelő talajszerkezet, a sávos művelés kialakítása, az akár záró réteg volt benne, vagy tényleg egy degradált, erodált talajról beszéltünk, ott nyilván a mesterséges pórustér miatt a szántás jobban szerepelt. Nyilván ahhoz kellett megfelelő mennyiségű csapadék, meg tápanyag is. Tehát azt lehet mondani összességében, hogyha szárazabb az időszak, akkor a sávos mindenképpen jobban tudott szerepelni. Nyilván, hogyha hosszú távon nézzük ezt a sávos művelést, és mondjuk egy no-till, strip-till rendszert, egy vertikál-till rendszert próbálunk kialakítani, valószínű hosszú távon, így már ugye kevésbé összehasonlítható a szántással, jó hozamokat fog nekünk produkálni. Dani? Nekem nincsenek szerűsített adataim, hogyha igen, legalább egy 5 éves periódus nézünk, akkor nekem teljesen egyértelmű. Nekem igazából nem is volt más választásom, mert egy-két emberre kell megoldanom a művelést. Tehát igazából nekem ebből a szempontból a no-till vagy a strip-till jöhet számításba. A teljes felületű hagyományos művelés, a sok menetes, nekem ez nem. És a tapasztalat meg olyan, hogy az évjárattól nagyon-nagyon függ. Azt tudom elmondani, hogy a környékbeli gazdákkal való beszélgetés alapján nem marad el egyáltalán a termésünk. Zoli Csabának köszönjük a kérdést, és hát szerintem a hallgatók jelentős részét leginkább az foglalkoztatja, hogy hogyan lehet elindulni, mik az első lépések a strip-till kapcsán, mert hogy most azért tényleg a tavalyi 2022-es extrémen asszályos év után azt látni, hogy tényleg nagyon sokan elkezdtek gondolkodni azon, hogy valamit egy picit máshogy kell csinálni. Ehhez egyébként segítséget ad most megint egy kis műsorajánló, ugye a no-till-es adásunk, ahol Berend Ferenc, Dirici Zsombor és Lajos Mihály volt a vendégem. Érdemes ezt is visszahallgatni, hogyha valaki no-till-ben gondolkodik. De ugye visszatérve a sávművelésre, tehát akkor ugye az első lépésekről beszéljünk, de itt is hoznék egy gazda interjút most, és akkor arra csatlakozunk rá itt a stúdióban, méghozzá Bényi Ferencet dúsnokról, aki nem mellékesen egyébként az Agrofil Termelői Klub egyik tagja, azért a gyakorlatorientált közösségi, ahol nagyon komoly tudás gyűlik össze évről évre, és aminek egy tagoknak szóló rendezvényén, Tamás, te is tartottál pont a sávművelésről, ugye egy... Nem egy csak előadást. A sávművelés, nem csak a sávművelés, összességében a talajvédő művelés. Igen, mert abban volt no-till, meg volt majd a CTF technológia, de akkor hallgassuk meg Bács-Kiskunból Bényi Ferencet. 300 hektáron gazdálkodok családommal, alkalmazottaimmal. A növénykultúrák gofnőnyekből állnak össze, a napeforgó háttérbe szorult, helyette a szója került előtérbe. 1989 óta művelek földet, ugye én is a konvenciális gazdálkodást kezdtem, szántásos, forgatásos gazdálkodást, de sokat gondolkodtam azon, hogy energiában, illetve talajkímélő technikában hogy lehetne előrelépni, és így ragadtam le a sávművelésnél. 5 éve vásároltam meg a gépet, hosszú kiválasztás folyamat után 3 gépből választottam, a meglévő egy piros színű. Demo gépes próbák után, és utána pedig ennek a gyakorlati dolgait kellett igazából megtanulnom, mindent ki kellett tapasztalni a művelés után. Próbáltam átmenetet létrehozni a forgatás és a forgatás nélküli művelés között. Mondjuk elég nehéz volt, nincs két egyforma év a gyakorlatban, illetve vannak a szántóekéim is, megvan a lazítóm is, megvan a gruberem is,
meg megvannak a tárcsák is az udvarban, sokszínű a géppark, de a mai adottságokhoz ez még mindig így kell. De az ekék már saját földembe 5 éve nem voltak a talajba, a lazító pedig az utóbbi 3 évben nem ment a talajban. A grubereket pedig olyan sűrűsoros kultúrákban használom, ahova nem tudok kulcsiszipet használni, illetve sávművelést használni. Az erőgépeimben kiépített volt az automata kormány és a GPS rendszer. Tehát anélkül ez a munkafolyamat nem működik. Csak 2 centi pontosságú RTK rendszerben, illetve ilyen pontosságú visszatéréssel lehet ezt alkalmazni. Ez a belépő ebbe. Tehát olyan felszereltségű lóerejű traktor kiválasztása, ami alkalmas ennek a gépnek a kiszolgálására. Utána a művelőeszköz kiválasztása, és utána pedig a műveleti idő. Ki kellett jelölni, hogy milyen kultúrák alá használjuk ezt a gépet. Ugye a 75 centis sortáv az adott, 75 centis sortávra vetem már hosszú évek óta a repcét, a szóját, a kukoricát, illetve a napraforgót, és ezeknek az alapművelésében jött szóba a kultiszrip, mint alapművelő eszköz, illetve tápanyagkitató eszköz. Ez is olyan fontos munkaművelété vált a gazdaságba, a sávművelés, mint az aratás. Tehát ahogy a kombájn elmegy a tallóról, utána már azon jár az agyam, hogy mikor tudom megvalósítani a sávművelést. Próbáltam tavasszal dolgozni, próbáltam ősszel dolgozni, de a rendelkezésemre álló öntéstalajok, illetve agyakollói tartalma olyan, hogy tavasszal már nagyon nehéz megcsinálni, megtalálni az optimális művelést. Ezt inkább a homokos talajokra mondanám, mert ezek a talajok olyan 45 és 60-as kötöttség között vannak, 25-30 aranykorona értékmérőkkel jellemzik. Én őszi alapművelésnek szánom a sávművelést, és nagyon fontos, hogy időben végezzük el, mert hogyha bejönnek az őszi esők, akkor ez se optimális. És úgy gondolom, hogy ha ez sikerül elvégezni ezt a munkát, akkor a megművelt sávok és a műveletlen sávok közti rész egyértelműen tavaszi vetésekre beéred. És az, hogy jövedelmezésükben ez mi mutatkozik, hát több munkaműveletet végzek egyszerre. Ugye, hogyha a kombájn elmegy a területről, nagyon fontos és belépő a jó minőségű zúzás és a szár osztatása, az a kombájnnak a feladata. Én minden esetben egy rövid tárcsát alkalmazok a sávozáshoz, mert nem oda kerülnek a sávok, ahova az előző sorok voltak. Tehát azokat mindig kitöröm, és eltolva használom a sávozást. És ehhez nagyon jó a rövid tárcsa, mert igazából felapítja a felszínen lévő szármaradványt, és a felszínen is hagyja, tehát nem tünteti el a szármaradványokat a talajról, és ezek a felszínen hagyott szármaradványok óvják a talajt. De viszont már nem akadályozzák a következő évi sorközművelést, illetve a következő évi premerges gyomítószerek hatását. Jövedelmezőségről még azt szeretném elmondani, hogy nagyon érdekes, első évben kiugró volt a termés. 15-20%-kal többet termett a sávozott szója, a kukorica, utána pedig azonos szinten voltak. Ez időjárás függő, én úgy mondom, hogy még az 5 évnek a visszatekintéséből se lehet párhuzamot vonni. Én csak azt tudom mondani, hogy az esetemben a 300 hektár esetében biztos vagyok benne, hogy a talajmunkával egy kamion mennyiségű gázolajat meg tudtam spórolni. Csak annyit mondanék, hogy a szántás 40 liter körül mozog hektáronként, a sávozás 15. És ezzel a sávozással ki van juttatva a műtrágya a talajba, és a következő tavaszon nincs talajmunka. Azt említetted, hogy a sorokat eltolod. Miért? Kukorica után kerül vetésforgóba a szója, akkor nem akadályozza a vetést. Tehát ez a 20-25 centis eltolás teljesen indokolt, és minden évben új sávokat teszek föl, új egyeneseket teszek föl, új távlaméreteket teszek föl, és utána ezeket a sávokat aportáljuk a vetőgépbe, a kultivátor, sorközművelőbe, illetve az injektálógépbe is. Tehát a gyomításra térve
a legnagyobb kihívás a sávművelésben a gyomirtás. Azt szoktam eszközölni, hogyha a vetéskor elmegy a vetőgép, akkor a gyomos táblába belevetek, és utána egy glifozátos, illetve egy premergenses keverékkel telibe húzom a táblát, és így tulajdonképpen a kultúrnövény egy homogén tiszta területbe kel ki. És nagyon nagy előny, hogy a tavaszi talajelőkészítés ebben az esetben elmarad, nincs kombinátorozás, és tulajdonképpen egy menetben megy a vetés a következő évben a sávozott területben. Volt, amikor olyan volt a tél, hogy simítós henget ráküldtem a földre, de volt olyan is, amikor a felületi gyomosodás miatt egy vékony kombinátorral meg tudtam oldani az elmunkálást. Nincs egyforma év. Minden növényt alapba gyomírtok, tehát premergensen vetés után kelés előtt, ezt nem hagyom ki, és utána a kiegészítő gyomírtást az úgy oldom meg, hogy sorközművelő kultivátorra, ami a sávozás alapjai a GPS-en megy a sorközművelő kultivátor, automata kormánnyal, és a kultivátorra szerelt sorpermetező egységek vannak. Ugye a sorközművelem a sort megpermetezem, és ezzel a lehetőséggel nagyon gazdaságosan tudom kijuttatni, 30-40%-os növényvédőszer felhasználással tudom kijuttatni a hatóanyagot, mert nem teljes felületre szórom a gyomítószereket, hanem csak a sorokra szórom ki. Nagyon, nagyon érdekes ez a következő, ez a dolog, a talajállapottal mi történik. Igazából a bolygatatlan talajban a talajbaktériumok olyan szinten felszaporodnak, és az enyhe telek hatására tulajdonképpen a fagy hatására nem húzódnak le, ezért egy morzsalékos, nagyon jó szerkezetű talajra alakul át a terület, és ez gyorsan tápanyag dús, és visszaadja a növénynek azt a lehetőséget, hogy fölveheti azokat a feltáratlan tápanyagot a talajból, amik a talaj rendelkezésre bocsát a növénynek. Sokat fogunk még beszélni a gépekről is, és nyilván Tamás majd az Ortmann márka eszközeit is sorra vesszük, illetve bemutatod, mint ugye a Kite munkatársa. De ha már Bényi Ferenc felvetette a kultisztripet, akkor hallgassuk meg, hogy a Kverneland mit ajánl a termelőknek. Pintácsi László termékfelelőst halljuk. A Kverneland több mint 10 évvel ezelőtt kezdett a sávos műveléssel foglalkozni, és akkoriban a cél az volt, hogy egy európai igényekre szabott gépet hozzunk létre. Ennek eredményeként született meg a Kverneland kultisztrip sávművelőgép. Minden egyes műveleleme úgy lett kialakítva a gépnek, hogy annak az állítása könnyedén kézzel elvégezhető legyen, és az adott gazdaságnak a igényeire szabható gépet adjon. A klasszikus 75 cm-es kapás sortávú növények mellett a gép használható keskenyebb sortávolságú kultúrákban is, ilyen például a cukorrépa vagy a repce termesztése. A gépnek a maximális munkamélysége az 30 cm, a kés cserélhető orbetéttel is szárnyal van felszerelve, a kések pedig túlterelés ellen hidroakkumulátorok segítségével vannak védve, melyek nyomása szintén állítható. A gép maximális munkasebessége 10-12 km/h lehet. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a gépnek az, hogy a műtrágya kiutató csoroszja mélysége a lazítókés mélységétől függetlenül 0 és 20 cm között állítható. Létezik olyan kivitel is, amikor hidtrágyát tudunk a géppel kiüttetni, természetesen ebben az esetben a lazítókés, illetve az ejtőcső az más méretű. A strip trimming technológia egyik nagyon nagy előnye, hogy a talaj jobban megőrzi a nedvességet, és jobban is tudja azt raktározni. A sorközökben a szármaradvány nyalfedett rész nem tud olyan gyorsan kiszáradni, és a természetes talajállapot miatt jobb a csapadékbefogadó képessége. Azt lehet mondani, hogy a strip till javítja a talaj vízháztartását, és megvédi az eróziótól. A strip till Európában már 2000-es években megjelent, de valamiért szélesebb körű elterjedése az elmaradt. Én azt gondolom, hogy a digitális átállás és az éghajlatunk szélsőségesebbé válása az segíteni fogja a technológiának az elterjedését. No, visszatérve akkor a kezdeti lépésekre, most abszolút mint termelő, Dani, rád nézek, hogyan indult, mik voltak az első lépések, és ugye azt már beszéltük, hogy az előnyökre koncentráltál, mert hogy volt sok buktató, mik voltak ezek, hogyan indult meg az egész, az már megvan, hogy akkor vásároltál egy sávművelőt, az biztos, gondolom. Igen, 2016-ban. Előtte akkor? Előtte úgy volt, hogy Kitével
ugye felvettem a kapcsolatot, hogy szeretném ezt az eszközt kipróbálni. És kihozták nekem egy hétvégére. Tehát ezt akkor kellett húzni, mindegy, hogy milyen időjárás volt, amikor lehetett. Tehát pénteken jött, hétfőn vitték. Természetesen nem igazán figyeltünk, hogy melyik terület, amelyik kimaradt. És ott az összes létező hibát elkövettük. Mélyre állítottuk a sávtisztítókat, nagyon mély barázdákat hagyott a sorhúzó, nedves volt a talaj, betúrtak a tárcsák, picit elhúzta a gépet, nem tudtuk az egyenest se tartani, de én úgy voltam vele, hogyha már elhúztuk, csináljuk meg. Ez egy 6 hektáros terület volt, és igazából ez így zárult az első év, az első ősz, ez egy nagyon csapadékos évjárat volt, ahogy emlékszem. Tavasszal folytattuk a hibák elkövetését a gyomírtás területén, tehát akkor még nem volt megszokva ez, hogy ez a technológiához nagyon feszesen hozzátartozik az, hogy tavasszal a gyomokat, amilyen hamar csak lehet, kikapcsoljuk. És én úgy gondoltam, hogy hát ezek ilyen kis gyomok, nem lesznek ezek nagyok, hát tévedtem, és mire vetésre került a sor, lekezeltük, de 100%-os volt a gyomfedettség. Ehhez hozzátartozik, hogy amikor elindult a traktor, egy 100 lóerős traktor, ez is egy olyan dolog volt, amit meg kellett tanulnunk, hogy nem szabad kis traktorral húzni, még egy hadsoros gépet se. A 100 lóerős traktorunk nem tudta tartani az egyenest, annyira egyenetlen volt a felszín, lecsúszkált, hát szörnyű lett a vetés, el is ment egy kicsit a kedvem az egésztől, de a következő éven újra próbáltuk, és ott már teljesen máshogy álltunk a dolgokhoz. Még mindig egy kihozott demógéppel dolgoztunk, még mindig nem ideális körülmények között, a gép se volt igazából olyan állapotban, amivel jó minőséget lehetett volna csinálni, de meghúztuk. És ott már figyeltünk a gyomírtásra, az egyéb műveletekre, és ott már kezdtek megmutatkozni az eredmények. A kezdeti sikerek sem győzték meg édesapámat annak idején, hogy váltjuk, vagy legalábbis szerezünk be egy ilyen gépet, aztán maradt ez a helyzet, hogy vártunk, vagyis vártam. Újra a Kitével való együttműködés kapcsolatában volt egy sávműveléses repcevetés, egy 70 hektáros tábla, amit a vetés követő napon egy több mint 100 mm-es eső egy óra alatt teljesen értékeltetlenített, de a technológiával már akkor tudtam, hogy képesek vagyunk művelni, ez egy dombos tábla volt, tehát sávot húztunk, aztán vetőgéppel rápozícionálva, 12 soros vetőgéppel aktív munkagép irányítási rendszerrel fel volt szerelve a gép, és ezt tudta, amit mi szerettünk volna, és rá 2 évre sikerült megvásárolnom ezt a sávművelőgépet. Ez egy használt eszköz, de tökéletesen működik. Ez nagyon sokat nyomott alatba, hogy jó áron sikerült megszerezni. Ez egy függesztett hadsoros gép. És az első éven egyből az összes tavaszi vetésünket, tehát 200 hektárt húztunk be ezzel a géppel. Na és ott voltak az első éven a tapasztalatok, ugye 17-es évben. Ott egy nagyon jó átlagot sikerült produkálnunk ezzel a technológiával. Én kombináltam a sávpermetezéssel, a sorinjektálással akkor abban az időben. Akkor így nagyon szépen összeállt a rendszer, és nagyon, nagyon meg voltam vele elégedve. Akkor volt az, hogy hinni és bízni kellett benne, de utána már tudtam, hogy ez nekem működik. Ami nekem itt feltűnt ugye a demo gépek kapcsán, az ugye az időzítés, tehát hogy sok szempontból akkor azzal volt a probléma. És akkor ide Vella Imre kérdését azt azért beszúrnám, mint hallgatói kérdést, hogy mikor optimális a sávos művelés, milyen időpontban és milyen talajállapotnál. A megfelelő talajállapot, mint minden talajművelőgépnél, gyakorlatilag a nyírkos talajállapot, ami nincsen gyakorlatilag megtömörödve, tehát ez a sávos művelőnek is vagy a sávos művelősnek is egy ilyen alapfeltétele, tehát mondjuk, hogyha egy őszi, nedves időben történő betakarítás után akarjuk megsávozni a táblánkat, nem biztos, hogy a legjobb minőségbe fog ez sikerülni. Tehát, mint minden talajművelési rendszernek, ennek a művelési rendszernek is az az alapja, hogy már a betakarítást is megfelelően kell elvégezni. Optimális időben, tehát lehet nem a legnagyobb talajnedvességnél, ha lehet kontrolláltan átrakó kocsik használatával, tehát ne tapossuk össze a táblát mondjuk hagyományos forgózsámolyos kocsival, tehát hogyha egy forgózsámolyos kocsinak a nyomába húzzuk bele a sávos művelőt, nagy valószínűségen nem lesznek megfelelő sávok. De ez akármelyik művelési rendszere, ilyen csökkentett művelési rendszerre, akár a nótére
igaz, hogyha összetapossuk a táblánkat, nem lesz megfelelő se a no-till, se a sávos művelés. Nyilván egy teljes felületű lazítás az ezeket a taposási károkat valamilyen szinten ki tudja küszöbölni, de nyilván a talajszerkezetnek ez hosszú távon nem tesz igazából jót. Azt lehet mondani, hogy nagy technológiai fegyelem kell az egész rendszerhez, tehát nem csak az alapműveléshez, hanem, mint mondta itt Dani is, a vetéshez, a későbbi injektáláshoz, a növényvédelemhez, teljesen más, hogy jönnek a gyomok is például, mint egy hagyományos művelési rendszerbe. Itt meg lehet különböztetni még akár, hogy máshogy jön a gyom a megművelt részen, és máshogy jön a gyom a nem megművelt részen is. Gyakorlatilag előnyként mondhatjuk azt a sávos művelésről, hogy még mondjuk a no-tillnél ugye azért kell egy megfelelő talajállapot, vagy legalábbis évek kellenek ahhoz, hogy rendbe hozzuk a talajunkat ahhoz, hogy rendes no-tillről beszélhessünk. Így gyakorlatilag kis túlzással egyik évről a másikra bele tudunk kezdeni a sávosba? Hát, ha nem is egyik évről a másikra, de tehát mindenképpen a terület legyen olyan, hogy ne legyen benne záró réteg, például se tárcsatalp, se eketalp betegséggel, ne szenvedjen, vagy például évelő gyomoktól ne szenvedjen a terület, hiszen nagyon nehéz ezeket a gyomokat kitakarítani egy műveletlen táblába, tehát ezekre nagyon-nagyon kell figyelni. Nagyon-nagyon kell figyelni a betakarításnál, hogy megfelelő legyen a szármaradványnak az elterítése, tehát itt a kombány beállításokra is külön-külön figyelni kell. Ami előnye talán a no-till-lel szemben, hogy például egy késes, sávos alapművelőgép, hiszen vannak sekély művelő, sávos művelőgépek is, tehát egy késes azért a tömörödést valamilyen szinten kezeli. Tehát hogyha nem túl nedves időben volt például egy őszi betakarítás, akkor a kombány nyomába el tud menni. Még például a no-till nem biztos, hogy tudja kezelni ezeket a felszíni, mondjuk azt, hogy mérsékelt tömörödéseket. Nyilván a sávos művelés sem mindenható, tehát ez nem egy nehéz lazító eszköz, ez egy alapművelő gép, de eketalpat nem fog például feltörni ez a sávos művelő eszköz. Tippek a belépőknek, Dani? Fekete öves gépkezelők kellenek. Akire rá lehet bízni ezt a technológiát, készségszinten tudja kezelni a RTK-s automata kormányzási rendszert, nem csak előre néz, a traktor van. Konkrétan nekem meg lehetne fordítani az ülést, amikor csinálom, mert annyira kell figyelni. Főleg, hogyha olyan körülmények vannak, amikor hirtelen változnak. Egy domboldalon mondjuk az elképzelhető, hogy a tetején lehet csinálni, amikor elkezd picit nyírkosabban menni, ott már nem jó. És nincs mese, itt abba kell hagyni. Tehát itt csak a legjobb minőség fogadható el. Láttam olyanokat is, hogy a késnyomát lehet látni ősszel, tehát annyira nem robbantotta szét a talajt, azzal igazából nem lehet már mit kezdeni. Nekünk függesztett gépünk van. A lakatot például naponta többször is ellenőriznünk kell, mert képes föllazulni, és itt centiméterek is számítanak. És ha lehet, akkor ugyanaz az ember végezze a vetést, aki a sávokat húzta. Így van, azt hozzá kell tenni, tehát sávos alapművelni úgy kell, mintha az ember vetne. Nyilván a forgót pont fordítva csináljuk, de minden egyes sor a forgó úgy legyen megcsinálva, mint hogyha vetnénk. Illetve elő szokott fordulni az az eset is, nálunk többször is volt olyan, hogy a tábla belső része, ami nem forgót, például megfelelő volt a talajállapot, de a forgók például össze voltak taposva pótkocsival, kombánnyal, ott lehet, hogy valami teljes felületű lazításos alapművelést kell alkalmaznunk, hogy ez jó működjön, de a táblán belül, hogyha megfelelő tényleg a talajállapot, akkor ott sávozni minden további nélkül lehet. Hogyha már arról beszélgettünk itt veletek, hogy a belépőknek mit ajánlotok, akik most gondolkodnak, hogy elkezdenék a sávművelést, milyen tippeket adtok, hallgassunk meg két abszolút kezdő striptillezőt. Legyen talán az első Kis Ede Békésből, Gyoma Endrődről, és akkor hallgassuk meg az első benyomásait. Én Gyoma Endrődön gazdálkodom, ilyen 60-70-es közötti aranykötöttségű, nehéz művelésű agyagos területeken, és jobbára őszi kalászosokat, napraforgót, most utóbbi időben szöszös bükkönyt, kisebb mennyiségben lucernát, tehát mag lucernát termesztünk. Már úgy éreztem itt az elmúlt években, de tavalyi évben meg főleg, hogy egyszerűen úgy jelentős lépést, vagy előrelépést nem igazán
tudunk tenni a úgymond a talaj megújítás irányába, mert addig, ameddig piszkáljuk a földet, addig nem igazán gyalakul, ahogy én azt szeretném, ha viszont egyáltalán nem nyúlunk hozzá, akkor pedig ott a termés biztonságnak a rovására eléggé rá tud menni a dolog. És ugye azért nyilván elsődleges szempont az, hogy ezt jövedelmezően kell csinálni. Nem lehet alárendelni mindent annak, hogy majd néhány éven belül majd sokkal jobb lesz, és akkor mint egy kicsit a spanyol viaszt találtam fel ezzel a dologgal, hogy ki kellene próbálni ugye a striptilt, mert ott azért talán a kecske is jól lakna, meg a káposzta is megmaradna, most attól eltekintve, hogy esetleg ez üzemanyag megtakarításban is azért elég jelentős. Most azt mondom, hogy egy ilyen jó, erős, nehéz tárcsázásnak a gázolaj mennyiségével megvan az összes talajmunka gyakorlatilag, ami szükséges. Vetésforgóban nekem a napraforgó az egyik legfontosabb növény, illetve az őszi kalászosok. Na most napraforgó után a kalászosokat azt tudom vetni direktbe. Arra ugye van egy RAD direktvetőgép, azzal tökéletesen megoldható a dolog, meg úgy tűnik, hogy a termésbiztonság is azzal jó. De viszont a tavaszi vetés, tehát napra forgónak ott valamit csinálnunk kellett, és ugye most már így ezzel reményeim szerint lehet így fogalmazni, egy kicsit egy ilyen game changer dolognak érzem ezt a strip till bevezetését, annyira pozitív meglepetés volt. Én olyan szinten meg vagyok elégedve, mondom ezt úgy, hogy igazából ez az első szezon, amikor ugye ezt a technológiát csináljuk. Ezt mérni igazából nem tudjuk, hogy mennyi vizet tettünk meg ezzel a dologgal, de én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen több 10 milliméterről beszélhetünk, hogy nem mondjak nagyon nagy számot. Ezt én szeptember-október, tehát 22 őszén. Én tavasszal semmilyen komolyabb talajmunkát, tehát még rövid tárcsázni sem próbálok tavasszal, tehát ezért is volt egy probléma nekünk ugye itt a takarónövényes technológiában is, hogy azért annyira össze tudott ülepedni a talaj, hogy valamit csinálni kellett vele. Úgy mondom, hogy a küllős kapa, amivel kicsit úgy próbáltuk elporhanyítani a talaj tetejét, még az is tudott ilyen pingponglabdányi görcsöket kiszakítani, tehát akkor gondolhatod, hogy egy rövid tárcsa az mit csinált volna, vagy görcsölt volna, vagy szalonnázott volna, alatta meg a nedves talajt, meg összetömörítette volna, azt meg végképp nem akartam. Tehát ez gyakorlatilag ilyen tűzoltásos technológia, legalábbis ezeken az ilyen kötött mélyfekvésű talajokon a tavaszi rövid tárcsázás, úgyhogy én ezt abszolút nem. Tehát a striptilt sem gondolnám. Nyilván kíméletesebb bármitől. Tehát, hogyha azt mondom, hogy tavasszal kell valami alapművelést csinálni, mert valami miatt nem lehetett, akkor még ez talán még valamilyen szinten működhet, de semmiféleképpen nem úgy, mint ahogy egy ilyen homokos vályog, vagy egy ilyen 50-es alatti aranykötöttségnél, hogy tavasszal elhúzza az ember, utána gyorsan beleveti, és akkor az szinte porrá omlik, és gyönyörűen kell benne ki a növény. Tehát itt, ameddig úgy mondom, hogy vassal lenyúlunk a talajba, az addig kiszárad. Szinte teljesen mindegy, hogy mit csinálunk vele. Tehát ez legyen egy kombinátor, borona, rövid tárcsa, teljesen mindegy. Tehát én tavasszal nem is tervezem semmilyen féleképpen üzemi technológiában, hogy ezt húzzuk, csak ősszel. Így most eddig a pillanatig, amit én tapasztaltam, azt mondom, hogy ennek úgy kellene terjedni, mint régen az ekének. Tehát ennek az alapnak kellene lenni, hogy így kell csinálni. Tehát annyira jó, de mondom, ez a mai napig érvényes. Nyilván a jövőt azt még nem tudom, de eddig szinte kizárólag pozitívan tudok róla nyilatkozni. Somogy vármegyéből pedig Friss Richárd mondja el a kezdeti tapasztalatait. Ő is most 2022 őszén csatolt először sávművelőt a traktora mögé, és eddig nagyon bizakodó. Somogy megyében, Zics községben van a gazdaság, 140 hektáron gazdálkodunk. Igazából a hagyományos vetésforgóval, hagyományos szántásos technológiával dolgoztunk ez idáig. Próbáltam itt tapogatózni az irányba, hogy lehetne kiváltani a forgatást, és első körben vásároltunk egy direktvetőgépet, és napra forgó kukorica után a kalászost, őszi árpát, őszi búzát, azt mindenféle talajmozgatás nélkül direktbe vetettük a
tarlóba, műtrágyával együtt, és igazából termésben nem maradtunk el a hagyományostól, sőt, műtrágyadózist tudtunk csökkenteni, mivel koncentráltan a sorok mellé került a műtrágya. És ebből az apropóból, hogy itt jól működött, illetve az elmúlt évek csapadék hiánya miatt kezdtem el azon agyalni, hogy érdemes lenne abszolút elhagyni a szántást, minél kevesebbet mozgatni a talajt, és akkor így jött szóba a strip-till, a sávos művelés, mert hogy a no-till-től még kicsit tartok, tehát próbáltam egy ilyen átmenetet képezni a két talajművelés között, úgyhogy emiatt érkezett ez a sávos művelő kipróbálásra. Egy takaró növényes területet húztunk meg vele ősszel. A további terv az az volna, hogy a sávos műveléssel egy menetben műtrágyát is tudjunk kiuttatni. Ez a gép még ezt nem tudja. Reméljük, a jövőben majd felkerül rá egy műtrágyatartá is. Ezáltal az alapműtrágyát is én azt gondolom, hogy csökkentett dózisban, de ugyanolyan jó hatással ki tudjuk juttatni, mintha telibe szórnánk és leforgatnánk, hiszen rögtön ott lenne a tő mellett ez a műtrágya, így jobban tudna hasznosulni. Hát tavasszal meglátjuk a folytatást. Takaró növényt húztunk meg, illetve egy napraforgó területet. Tavasszal ezt frissítjük sekélyebben, és akkor direktbe bele fogunk majd vetni ezekbe a sávokba, és várjuk az eredményt. Összesen négy tábláról van szó, van egy 18 hektáros, egy 2 hektáros, egy 3 és egy 8 hektáros terület. Ebből, mivel így a Somogyi dombságon helyezkedünk el, tehát egymást váltják az oldalak, rétaljak, illetve a dombtetők, tehát mindenféle fekvés megtalálható, így vannak alacsonyan fekvésű vízállásos részek is. Ebből az egyik tábla, ez a 2 hektáros, ez ilyen vízállásos. A többi az inkább oldalba, illetve dombtetőn helyezkedik el. Hát megmondom őszintén, hogy 22-ben nagyon kevés esünk volt, 21-ben sem sok, tehát még a szántásos területek is nyelték igazából a vizet. Viszont az utóbbi időben, hál' Isten, nagyon-nagyon sok csapadék lehullott, és kezdenek megmutatkozni különbségek, főként a kalászos vetéseknél, hogy van olyan terület, ahol már megállt a víz, viszont a direkt vetéseknél ott abszolút nem látható ez a jelenség, illetve ez a takaró növényes sávos művelés is nagyon szépen elnyelte, úgyhogy bízom benne, hogy szépen elraktározza, és 23-ból ott lesz nekünk raktárként. A takaró növényeket azért kombinálom ezzel a sávos műveléssel, hogy egyrészt a talajtakarás meglegyen, viszont a vetendő növény sora az meglegyen művelve a megfelelő mélységben, hogy annak a gyökérképződése megfelelő lehessen, ne legyen akadály. Jelen pillanatban még kicsit félek a talajtömörödöttségtől. Szerencsére nem rossz állapotúak a talajaink, lazítózni szoktunk, de azért előfordulhat néha, hogy van neked a betegség, és ezt megelőzendő gondoltam, hogy kicsit a növények sorát azt elődolgozzuk ezzel a sávműveléssel. Agyagos barna erdő talajaink vannak, nem egy olyan veszélyesen kötött területek, könnyen művelhetőek, de nagyon heterogén területek, tehát táblán belül is előfordul vörösagyagosabb, kötöttebb rész van, ahol szinte homokos a talaj, úgyhogy nagyon nehéz eltalálni az idejét és az eszközét annak, hogy mikor és mivel műveljük meg a talajainkat. Na hát nem tudom, hogy van-e bármelyik belépőhöz egy gondolatotok, üzenetetek, vagy csak annyi, hogy csak így tovább? Hát ez igazából annyira összetett dolog, és annyira rendszerben kell kezelni, hogy ezt mindenki saját maga fogja megtapasztalni, hogy miről is szól ez igazából, és az, hogy hogyan tud ez ezeket javítani, hogyha esetleg a hibák fölmerülnek. Gondolni se tudtam volna eddig olyan körülményekre, amik a sávműveléssel kapcsolatban adódtak. Kimentünk a táblához sávozni, ez egy januári nap volt, és süllyedt a traktor. Nedves volt a föld, azt mondtam, hogy ezt nem lehet csinálni. És így el is könyveltem magamba, hogy ezt már mi nem fogjuk tudni megcsinálni. Plusz 5-6 fok körül volt. Másnap reggelre volt egy enyhe fagy, -1, -2 körül. Na mondom, én kipróbálom ezt. Ehhez így kell hozzáállni, hogy egyik nap lehet,
másnap lehet, hogy nem tudja az ember, de ki kell menni. Kimentünk, és tökéletes munkát csinált. És ennyire tud változni egy nap alatt is a körülmény, hogy egyik nap tudja az ember csinálni, másnap pedig nem. Ugyanígy táblán belül is változik, de ezt már elmondtuk, itt nagyon sok dologgal kell, ugye a nyomosodás lesz valószínű az első nagyon nagy probléma, a gépbeállításon túl, hogyha az ember megtanulja húzni, GPS kezelő, gép megvan, minden megvan, ha korán húzom, egyébként nekem, ami bevált, az a nyár végén, amikor van annyi nedvesség a talajban, vagy aratás után. Tavaly évben 22 nyáron, őszi búza betakarítás után volt még annyi nedvesség, hogy repce alá tudtam húzni sávokat. Egy hét múlva már nem tudtam volna. És hogyha viszont az ember akkor meghúzza a sávokat tavaszra, ott még majdnem 100%, hogy még egyszer ősszel le kell kezelni ezt a területet, mert fog jönni a gyomnyomás. Ha pedig kivár az utolsó pillanatig, hogy ne legyen ilyen gyomírtási probléma, akkor még lehet, hogy úgy jár, mint idén én egy területi részével, hogy nem tudtuk meghúzni a sávokat. Ha jó Isten megsegít, akkor mostanában a fagyon ezt meg fogjuk csinálni. Nyilván ez vetésforgó kérdése is ez a gyomírtás, tehát hogyha gabona után csináljuk a sávművelést, és tényleg nem volt semmilyen megelőző művelet, tehát egy őszi totális gyomírtás, de lehet, hogy még egy nyárira is mindenképpen szükség van, illetve egy tavaszira is mindenképpen, illetve hogyha mondjuk kukorica után vettünk napraforgót, vagy esetleg pont fordítva, akkor ott is azért jellemző egy tavaszi totális gyomírtás, de ez meg már ugye a gyomírtásnak a kérdéseit feszegetjük. Tehát erre mindenképpen oda kell figyelni. Itt most már elhangzott, hogy a kukorica, napraforgó, repce. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen kultúrnövények azok, amik alá lehet sávművelni. Elsősorban ugye a technológia széles sortávú növényekre lett kifejlesztve vagy adaptálva. Tehát igazából ugye ez a kukorica övből jön, tehát a szója kukorica. Nyilván nálunk a napraforgó, esetleg a cirok, illetve nyári növényeknél a repce az, ahol ki lehet próbálni, alkalmazni lehet ezt a technológiát. És akkor ugye ez érdekes volt az előző interjúkban is, mind a kettő belépő gazdálkodó, ugye a kalászost, azt pedig direktben veti, tehát hogy ő nagyon jól kombinálható ez a technológia, akkor tényleg egy, nem mondom, hogy no-till-el, mert ugye ott nem nyúlunk bele, de akkor a direkt vetéssel. Most no-till direkt vetésén ezt a két fogalmat együtt kezelem, tehát inkább itt azt lehet mondani, hogy vannak ezek a continuous no-tillesek, az amerikaiak csak így hívják, tehát tényleg akik abszolút nem nyúlnak bele, illetve vannak ezek a vetésforgó no-tillesek, akik például a tavaszi növényeket sávos művelésbe, de az őszi növényeket, mint a kalászos, az például direkt vetéssel, tehát no-till talajművelési rendszerrel vetik gyakorlatilag el. Valaki belenyúl még vertikáltilidzsel, hogyha mondjuk kell a szármaradványokat kicsit menedzselni, gyomokat írtani, illetve ugye előfordulhatnak talajállapot problémák is. Egy rosszul elvégzett betakarításkor lehet, hogy egy egyenes késes lazítóval is bele kell nyúlni a területbe. Nyilván ez nem olyan drasztikus, mint egy vésőkéses, ami fejre állítja a talajt, tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen fenntartható talajművelési rendszerben ezek az eszközök minden további nélkül beleférnek. Tehát nem okozunk olyan talajállapot kárt, tehát a talajbiológiába, tehát a természetes szerkezet mondjuk egy egyenes késes lazítótól nem fog úgy megváltozni, vagy egy sávművelőtől nem fog úgy megváltozni, mint például egy 20 centis húzástávolságú nehéz kultivátortól. Dani, nálad ez a része hogy áll össze, mint mondjuk az alapművelés, milyen kultúrákban használod, például egy kalászos, akkor hogyan kerül a talajba, illetve itt említetted, hogy nem minden évben használod ugyanolyan arányban és ugyanolyan mértékben a sávos művelést. Igen, a tavaszi a kalá, napraforgó, kukorica, cirok, azt a lehető legtöbb területen használjuk a sávművelőt. Tavaly évben vásároltam egy olyan kultivátort, ami az én elképzelésem szerint kimélően hat a talajra, ezért ezt szoktam néha váltogatni, nem az egész területen. Én a fő hangsúlyt a striptire szeretném helyezni, és nekem sokat kell a gépen ülni, és nem mindig tudom ezt megoldani. Kell alkalmazottakat is alkalmazni, de csak egy-kettő képes arra, hogy ezt a rendszert működtesse. Most nekem be kell vezetnem egy olyan technológiát is mellé, ami nem igényel ekkora precizitás, mint a sávművelés. Ezt egy tényleg nekem 40 cm húzástávolságú késekkel ellátott kultivátorom van, az tökéletesen elég, az elején egy egyenes tárcsa van,
egy lezáró henger, és van még egy egyenes késes lazítóm. Ezzel a három eszközzel én úgy gondolom, hogy mindent meg tudok oldani. Idén 200 hektáron lesz tavaszi vetés nekem, ebből 100 hektár van eddig sávhúzóval megcsinálva, a másik felét szeretném még sávhúzóval, ha sikerül, akkor annak nagyon örülök, ha nem, akkor lehet, hogy a no-tillt fogom választani, ezt még majd menet közben eldől. Kalászos, ott direkt vetni szerettem volna tavaly, de a szakemberek azt mondták, hogy a gyomítószer hatóanyag miatt csináljam meg a területet, legalábbis sekélyen forgassam át. Ez megtörtént, nem akartam kockáztatni, de ez a cél itt is. Itt igazából nekem a vetőgéppel vannak, a gabona vetőgépnek vannak korlátai. Direkt vetésre tökéletesen alkalmas, de viszont a tápanyagot nem tudok vele egy menetben kiadni, ezért itt még nem teljesen alakult ki a kép. Ettől függetlenül a technológiám alkalmas rá, én is el vagyok köteleződve, de ez még talán idén meg fog valósulni, hogy a gabonát is direktbe. Repce elővetemény és napraforgó elővetemény lesz nagy valószínűséggel. És akkor ott meg akkor már sávművelés ha adott. Tehát a repce meg a napraforgó előtt. Így van, a repcét azt tavaly kezdtem el, pontosan ebből a szűkös alkalmazotti létszámból adódóan a repcét is javasolták, hogy sűrűbb sortávra vessük, de én igazából nem tudom megoldani. Nekem kettő menetembe került össz-vissz, hogy elvessem a repcét tavaly ősszel. És mindent kiadtam neki vetésig. 20-25 liter gázolajamba került, de az idő elsődleges szempont. Tamás, akkor alapművelés. Mi az, amire oda kell figyelni? Meg hát adott, hogy tavasszal, ősszel, ez majd ugye itt az interjúkban is néha felvetődik. Hát hogy, igen, először is ugye meg kell néznünk, hogy mi a cél a sávműveléssel. Ugye többfajta sávművelő létezik. A Kite portfóliójában ugye van az Ortmann, az inkább egy nehezebb alapművelésre való eszköz, de ezen felül az alkatrész üzletágunk természetesen ugye kínálja a Jetter termékeket is. A Jetterről azt kell tudni, hogy elsősorban ilyen raw unitokat, tehát ilyen művelő egységeket árul, és akkor mindenki saját magának akár egy vetőgépvázra, vagy hogyha tőlünk vásárolnak, akár az Ortmanntól tudunk vázat rendelni, föl tudja építeni, össze tudja magának rakni egy ilyen úgynevezett custom build, tehát egy egyénileg összerakott sávos művelőt. Tehát arra akarok kiukadni, hogy többfajta sávos művelő van, tehát vannak nehezebb késesek, ezek általában ilyen 25-28 cm-es munkamélységig tudnak dolgozni, illetve vannak könnyebb sávos művelők, amik elsősorban tavaszi sekélyművelésre valók, illetve az USA-ban, ahol tényleg a talajmelegedés nagyon-nagyon fontos, és mondjuk nagyon visszaülepedik a sáv, sok volt a téli csapadék, ott használnak úgynevezett strip fresher-t, tehát ilyen sáv megújítót, de nyilván ez a strip fresher műveletlen talajon is tud dolgozni. Tehát, hogyha tavaszi sávozunk, akkor elsősorban ugye sekély sávművelésre gondolunk, tehát ott éppen csak egy magágykészítő jellege van, csak szeretnénk fölmelegíteni azt a sávot, ahova el szeretnénk vetni, kicsit javítani a vetésnek a körülményeit. Ha viszont ősszel sávozunk, nyilván van egy olyan cél, hogy egy picit meglazítani a talajt, hogyha visszatömörödött, akár kombány után, vagy egy átrakókocsi nyomában, tehát ha vissza van tömörödve, ez a sávművelő meg tudja lazítani, illetve hogyha szükségük van, ugye alaptrágya kijuttatásra, tehát hogyha foszforkálit kell lehelyezni, azt ugye érdemes legalább egy ilyen 15-20 cm mélységbe a gyökérzónába lerakni, ott elsősorban ezek a nehezebb sávművelők az, amik jobban. Ugye a sávos alapművelő felépítését tekintve, Amerikában körülbelül három irányzat van. Az első irányzat az vízmentes ammónia kiuttatókból átalakított sávművelők voltak. Ilyen volt például a John Deere-nak a 2510S-es sávművelője. Ilyenkor egy hagyományos, ilyen létraalvázas gerendejre, egy osztott gerendejre voltak felszerelve az egyes tagok. Ez ugye elővágó tárcsából áll, egy sortisztítóból, egy késből, ami ugye végzi a lazítást, és a kés mögött van egy hullámos tárcsa pár, ami gyakorlatilag kialakítja a sávot, és akkor emögé még társul egy lezáró henger. A másik csoportja ezeknek a sávművelőknek, amikor a vetőgépekhez hasonlóan ez a 7x7 incses gerendej, tehát 180x180 mm-es gerendejre
fűzik fel az egyes művelő tagokat, ezek parallelogramma felfüggesztéssel vannak ellátva, hogy minél jobb legyen a talaj követése. Ezek szintén ugyanúgy, mint az előzőekben említett sávos művelők, vannak felépítve, csak itt a row uniton belül, tehát magán a művelő egységen belül vannak ezek az egyes elemek, tehát mind a mélység határolás, mind az elővágás, a szármaradványok átvágása, a sortisztítás, a művelő kés, illetve a hullámos tárcsapár, vagy ez a bakhát behúzó tárcsapár, illetve a lezáró henger kerül elhelyezése, és ezek is még külön ugye felfüggesztéssel, és ezek még ezen belül ugye természetesen bizonyos határok közt még állíthatók is. A könnyű sávművelők elsősorban ilyen vetőgép vázakra, 7x7 incses gerendelyekre vannak felépítve, szintén parallelogramma felfüggesztéssel. Itt azonban a művelő elemek már nem kések, hanem sokkal könnyebb eszközök, általában hullámos tárcsapárt, ilyen vertikális tárcsapárt szoktak alkalmazni. Tehát ott is figyelnek arra, hogy ne legyen túl nagy szöge a művelő elemnek, tehát ne okozzon úgymond művelőtalp réteget. Ugye ez tavasszal, főleg kötött talajokon azért ezt a hibát el lehet követni, hogyha egy nagyszögű munkaeszközzel dolgozunk, vagy akár egy luttalpkapás munkaeszközzel dolgozunk, tehát figyelnek arra, hogy ne okozzon tömörödést, és ezzel gyakorlatilag sekélyen, nagy sebességgel lehet nevezett sávos magágykészítést végezni. Természetesen ezekkel a sávművelőkkel is lehet tápanyagot kijuttatni, itt elsősorban ugye nitrogént, vagy akár valami komplex startert még itt a vetés előtt, ugye ez elsősorban foszfortartalmú komplex startert lehet kijuttatni. Most, ahogy itt csoportosítottad a sávművelőket, hova melyik ajánlható? Nyilván gondolom, milyen főleg talajtípust kell nézni. Hát, mint mondtam az elején, mi a cél? Tehát, hogyha nekünk nincsen tömörödésünk a talajba, tehát jól sikerült az őszi betakarítás, és tényleg nincs szükség arra, hogy mélységeiben, 25 cm mélységben megrepesszük, megműveljük a talajt, akkor elég egy ilyen strip fresher tavasszal, ami tényleg csak az segíti elő, hogy a vető ágyunk, gyakorlatilag ahol mag fog kerülni, az gyorsabban melegedjen. Tehát itt mire gondolok, itt körülbelül április elején, március végén, amikor rá lehet már menni a talajra, tényleg csak gyorsan meghúzni, talajmelegedést elősegíteni, majd utána egy-két héttel, amikor megfelelő a talaj állapot, megfelelő a talaj melegedés, akkor el lehet vetni. Mint mondtam, az a cél, hogy szeretnénk ősszel tápanyagot kijuttatni, szükség van foszfor-káliumra, vagy akár méztrágyát is tudunk lehelyezni ugye sávművelővel, akkor egy késes sávművelővel, akár 25 cm mélységben, ugye ezekkel a késekkel valamilyen szinten a tömörödéseket is lehet kezelni, akkor érdemes ősszel csinálni ezt az alapművelést. Ugye kivéve a nagyon laza szerkezetű homoktalajokon, tehát mi is jártunk úgy, hogy homoktalajokon ősszel meghúztuk a sávokat, borzasztóan vissza tud tömörödni tavaszig. Hát ilyenkor vagy egy strip fresherrel, vagy valami más megoldással kellett megoldanunk a sávoknak a felfrissítését, elművelését, mert tényleg vetésre alkalmatlan volt gyakorlatilag a terület. Onnantól kezdve ezekre a homoktalajokra inkább tavasszal szoktunk kimenni. Dani, nálatok egyébként milyen a talaj, és akkor arra mit használtok így alapművelésnek? Erdőtalajokon gazdálkodunk. Agyagos fájog, savanyú kémhatásúak, a dombozat viszonyok azok eléggé szertágazók nálunk, tehát a sekélyejtőtől kezdve a majdnem 20%-os kitettségig minden megtalálható, úgyhogy nehéz olyan művelő gépet találni, amely minden körülmények között alkalmas, nyilván nem is lehet, de adott körülmények között be lehet illeszteni, a sávművelő is nagyon szépen dolgozik. Akár gyorsan melegedő, magasabb részeket említek, akár mélyebb domboldalakat vagy völgyeket, hogyha az ember látja azt, hogy hogyan változnak ugye a talajok, ahogy haladunk előre az évben, és mennyire képesek száradni, elvezetni a nedvességet, nagyon szépen lehet használni ezt a technológiát is. Egyébként van még ugye más alapművelés is. Nálunk a legtöbben még mindig a hagyományosat választják, a szántást, de ez már picit mint a kezdene csökkenni, és nyitottabbak az emberek az új technológiák irányába. A lazítás az rendszeres, de még a kultivátoros hasznára a legjobban. Tehát, hogyha váltanak az emberek nálunk, szántásról az a kultivátoros, és onnantól kezdve pedig, hogy megyünk lefelé, eljuthatunk a sávművelésig nagyon hamar. Tehát ezeken a talajokon, amiket kultivátorra húznak, 2-3 éve ott már egyértelműen előnyei lehetnek a sávművelésnek, hogyha az ember rászánja magát is, alkalmazza ezt a technológiát.
hogyha itt a domborzati viszonyokról beszéltél, ugyan nem ide írtam fel, de megint hoznék egy hallgatói kérdést, mert hogy Szilágyi Sándor tette ezt fel az Agrár Újságírói Facebook oldalamon. Szintvonal mentén történő művelés esetén alkalmazható-e a sávművelés? Milyen speciális kiegészítő eszköz szükséges lejtős területen a szintvonal menti sávos műveléshez, illetve lejtős területen mik a tapasztalatok? Hát ami lehetőség van, ugye nyilván vannak határok, tehát azért a Dunántúlon, illetve Borsodban is vannak azért olyan extrém oldalak, 20% feletti oldalak, ahol már a sávos művelést még meg tudjuk oldani, de viszont tavasszal már nem biztos, hogy bele tudunk vetni ebbe a sávosba, tehát akkor a sodródást. Nyilván vannak olyan precíziós eszközök, amik ezt tudják segíteni, tehát van aktív irányítás, passzív irányítás. Az aktív alatt azt értjük, hogy gyakorlatilag a traktor is a megfelelő nyomvonalon van, illetve a mögötte sodródó munkaeszköz is egy megfelelő kiegészítő berendezéssel, legyen az irányító tárcsa, vagy a függesztő szerkezet eltolásával megpróbáljuk a helyes pozícióját megtalálni, illetve a John Deere-nak most van egy olyan új alkalmazás, ezt AutoPass-nek hívja, amely gyakorlatilag úgy működik, hogy a munkaeszközre, például a sávművelőre fölteszünk egy antennát, és az a tényleges nyomvonalát rögzíti a sávművelőnek, tehát felülírja az eredeti autótrek nyomvonalat, és ezután például vetéskor egy aktív irányítása sokkal könnyebben vissza tudunk menni erre a sávra, hiszen gyakorlatilag ugye az autótrek alkalmazásoknál, tehát az automatikus kormányzásoknál ugye elméleti nyomvonalat használunk, az a traktort vezeti, viszont a mögötte lévő munkagépnek a valós nyomvonalát gyakorlatilag nem rögzíti, ez az AutoPass alkalmazás ezt küszöböli ki. Gyakorlatilag ez azért jó, mert a műveletek egymásra épülését tudja segíteni. Tehát nem csak a sávművelés és a vetőgép kapcsolata, hanem a vetőgép és akár az injektáló vagy a növényvédő gépnek a kapcsolatát is tudja biztosítani, tehát mindig fölülírja az adott nyomvonalat azért, hogy a következő munkaművelet majd pontosan ott mehessen, ahol annak kell mennie. A másik dolog, hogyha ugye nagy a sodródásunk ugye szintvonal mentén, és tényleg 20% fölött, vagy 15-20% felett dolgozunk, valószínű már nem lesz az az alkalmazás, precíziós alkalmazás, amivel ott tudjuk tartani a vetőgépet a sávba. Ilyen esetben szerintem egy olyan munkaeszköznek az alkalmazása jobb lehet, ami a sávos művelőssel hasonló tulajdonsága, például egy sorra illesztett lazítás. Ilyen eszköz nálunk például a disc ripper, ami 76-os késosztással rendelkezik, de egy teljes felületű alapművelő eszköz. Ez tavasszal egy sekély műveléssel elmunkálható, és gyakorlatilag itt is a nyomvonalat elmentve gyakorlatilag tudjuk pozícionálni a vetőgépet a megmunkált részekre, tehát a lazító késekre. Viszont itt nincs az a kockázat, hogy mondjuk kiesik a vetőgép a sávból, és a sáv mellé vetünk, hiszen egy teljes felületű művelésről van szó. Én tartottam az elején a domboldalon való sávhúzástól is, és a vetéstől. De igazából nem volt olyan problémánk, amire azt mondtam volna, hogy nem használjuk. A mi hatsoros függesztett gépünk, és a hatsoros vontatott vetőgép utána, hogyha a gépkezelő odafigyel rá, és sebességet jól választja meg, és ha kell, akkor kézzel tudja korrigálni a nyomvonalakat. Nem mondom, hogy minden esetben, mi meg tudtuk oldani. Nyilván megfigyeli az ember, hogy mi történik akkor, hogyha egy picit a sáv oldalán helyeződik le a mag. De én nem tapasztaltam, nyilván valamennyivel kevesebb lesz a termés, de én nem tapasztaltam akkor a problémát. Ez nyilván csak ránk igaz. Nincs olyan táblánk, ami az egész ilyen nagyon extrém lejtésű lenne, azokon egy picit nagyobb odafigyelése. Nyilván ezeket a nagyon kisévű fordulókat nem tudja megcsinálni a rendszer. Ezeket szét kell szedni, és ha lehet minél egyenesebben, de amik elnyúlóan kanyarodnak egy picit domboldalon, nekünk azokat is sikerült elvetni. Azt le lehet követni, persze. Itt attól függ, hogy szintvonalas művelés alatt mit értünk, tehát hogyha valóban tényleg rétegvonal mentén történik a művelés. Volt nekünk erre is kísérletünk egyébként Dunántúlon, Tevelen, Nakon. Ott azért abban tudnak éles kanyarok lenni. Nyilván ott azért a vetőgép, munkagép miatti csuklós kapcsolatból adódóan nem biztos, hogy,
hogy az automatikus kormányzás 100%-osan végig tudja vezetni az adott munkagép kapcsolatot az előzőleg megművelt sávon. Én erre mondtam, hogy itt egy jobb megoldás, egy ilyen teljes felületű, de mégis sorra illesztett, lazított megoldás, vagy akár a no-till, hogyha a talajállapotunk olyan. Szintvonalasan mi se tudnánk megcsinálni. Tehát annyira változatos a vidék nálunk, hogyha ragaszkodnánk ehhez, ami eredetileg technológiai leírásban van ennek a szintvonalas művelésnek, azt nem tudnánk. Próbálunk úgy megválasztani a nyomvonalakat, hogy azért lehetőleg minél egyenesebb legyen. És hogyha vannak is kanyarok, minél nagyobb évűek. Illetve amire figyelni kell, tehát hogyha sávos művelünk domboldalba, tehát semmiképpen ne lejtő irányra történjen a sávművelés, mert maga a sávművelés ugye elég jó eróziógátló, tehát egy domboldalba, hogyha szintvonal mentén, vagy közel a szintvonal mentén, tehát próbáljuk merőlegesen a domboldalra csinálni a sávokat, akkor egy jó eróziógátló hatása van. De hogyha hosszára megyünk, tehát lejtő irányra, akkor pont az ellenkezőjét tudjuk elérni, hiszen itt a sorokban azért laza a föld, a víz az egyből meg fog indulni, és ki fogja mosni a sávot. Ezt az eróziót be akartam dobni, úgyhogy köszönöm neked. Tehát erre mindenképpen figyelni. Jöjjön egy újabb gazdainterjú, ezúttal Zsupos Zsolta, a Jenőházi Agrár Kft. Mintegy 800 hektáron foglalkozik növénytermesztéssel Balmazújváros térségében. Kukorica, napraforgó és őszi búza mellett nagyjából egy ilyen 100 hektáron csemege kukoricával, 50 hektáron pedig zöldborsóval is foglalkoznak. Gépkezelő kollégájával, Bagosi Sándorral egyre mélyebbre ássák magukat a technológia gyakorlati alkalmazásában, természetesen csak képletesen szólva. Bár amikor ott jártam, akkor épp volt egy ásó a kezében, és akkor megnéztük, hogy milyenek is ezek a striptiles sorok. A beszélgetés az 2022. novemberében készült, ez ugye azért fontos, hogy azért emelem ki, mert itt a csapadékviszonyok kapcsán ugye a tavalyi év meg az idei év az 21, illetve 22-t jelenti. Az elmúlt években itt ezen a környéken azt tapasztaltuk, hogy évről évre szinte kevesebb a lehullott csapadék mennyisége. Ugye valamikor ezt még 30 éve kezdtem középiskolába, akkor még ezt úgy tanultuk, hogy ilyen 5-600 mm csapadék szokott itt ezen a környéken leesni. Ehhez képest tavalyi évben ilyen közel 400 mm, inkább egy picit alatta. Idei évben se értük még el a 400 mm csapadékot. És az idei évben egy nagy bukfenc lett mondjuk a kukorica frontján, tehát 200 hektár kukoricából 30 hektár tudtunk betakarítani. A többit sajnos elveszítettük. És ez arra sarkal minket, hogyha kukoricát termesztésbe akarjuk tartani, ahhoz teljesen más szemléletű talajmunkát kell, hogy végezzünk. Itt mi középkötött csernozium talajokon gazdálkodunk, itt a 33-as főút mentén vannak olyan területeink, amik egy picit agyagosabbak, oda egyáltalán nem is nagyon ajánlom azt, hogy szántást végezzünk. Mi elindultunk a forgatás nélküli irányba, most gyakorlatilag a 800 hektár területen egyáltalán nem szántottunk. A nagy részét vagy középmély lazítóval, vagy szántóföldi kultivátorral, vagy a sávművelővel műveltük meg. Sávművelővel egyébként egy ilyen 60 hektár lett őszi sávozással előkészítve, zömében kukorica, részben napraforgó előetemény alá. Helye a mi technológiánkban az úgy néz ki, hogy 2016 óta van nálunk ez a gép. Zömében másodvetések alá végeztünk talajelőkészítést vele, csemege kukorica elé, illetve zöldborsó után végeztük ezeket a műveleteket. A csemege kukorica öntözetlen termelés folyik nálunk, az nem lett sikeres végül is ezzel a technológiával, ezért már 2019-ben így a másodvetés inkább napraforgóval oldottuk meg. A napraforgó alá ez a technológia teljesen jól működött. A június elején lekerült zöldborsó után sávoztunk, egy 24 órán belül megtörtént a vetés, és ha egy egyenletes kelést el tudunk ezzel érni, akkor
akkor ez október elejé betakarítással 3 tonnás napra forgót jelent egy minimális technológiával. Tél alá művelés, amit most is végzünk, ezt viszont még az idén próbáltuk ki először. Ugye itt a művelet számot egy átlagos szántásos technológiához képest a 4 művelés, tarlóhántás, őszi szántás, szántás elmunkálás, magágykészítés helyett ezt gyakorlatilag egy műveletre, maximum 2 műveletre le tudjuk csökkenteni, ugye a sávozás az egyik, a másik pedig egy szükség esetén egy glifozátos kezelés a vetés előtt. Az idei évben így az őszi művelésben 15 liter per hektár gázolajfogyasztást tudtunk ezzel a géppel elérni, mondjuk ez egy őszi szántásnak a fele gyakorlatilag. Nekünk egyébként ezeken a területeken, ezen a 60 hektár körüli őszi sávozáson az a koncepciónk, hogy van egy John Deere 1750-es vetőgépünk, amivel tudunk szilárd műtrágyát gyakorlatilag vetéssel egy menetbe kijuttatni, és ezekre a területekre így fogjuk megoldani a tápanyag utánpótlást. Ugye RTK rendszerrel végezzük a sávművelést, ugye nagyon fontos az, hogy majd a vetésnél ugyanoda visszataláljunk a vetőgéppel is, ahol a megművelt terület van. Egyébként mi művelési mélységnek 30 centit céloztunk most meg az őszi sávművelésnél. Egyébként 25 centi körüli mélységbe szoktuk másodvetés alá húzni a sávművelőt. Ez a precíz ember munkaeszköz a sávművelő. Nagy technológiai fegyelmet igényel az, hogy milyen minőségben és hogy milyen pontossággal van elvégezve ez a munka. Mert ugyanide, ebbe a 30 centi sávba majd jövőre vetőgéppel is bele kell, hogy találjunk. És ez sok esetben még RTK-ban is problémát okoz, de már most be van gyakorolva, tehát elég jól szokott nekünk menni. Szeretnék kiemelni egy idézetet ebből az interjúból. A precíz ember munkaeszköze a sávművelő, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összecseng azzal, amit Dani, te itt többször említettél, hogy tényleg a gépkezelőnek annak ott kell lennie. Ezt szerintem aláhúzhatjuk. Csak egy nagyon gyors kis sztori, mert hogy éppen a Balmazújvárosi gépkezelő, a Bagosi Sándor az, aki elindította TikTok útján. Éppen amikor ott voltam náluk, akkor kerültem fel utána TikTokra, mert ő győzött meg arról, hogy oda is érdemes felmenni agrár újságíróként. És azért nagyon megdöbbentő, ez tényleg csak egy ilyen kis melléksztori, hogy micsoda szántás mánia van a TikTokon, tehát nyilván ugye az algoritmus alapján mezőgazdaságot dob fel, főleg nekem ez a közösségi felület, de folyamatosan szántás, eke, szántás, eke, úgyhogy innen jelzem, hogy lehet, hogy kéne indítani egy olyan TikTok mozgalmat, ahol sávművelés, no-till, min-till és hasonlók vannak. Na de tényleg ennyit zárójelben. És amiről még Zsupos Zsolt beszélt, az ugye itt a másodvetés kérdése. Elég sok képet adtunk el olyan gazdálkodóknak, akik ugye másodvetésbe szerették volna ezt használni, illetve nekünk volt egy ilyen két rendezvényes sorozatunk is, ugye Kartalon, illetve Komáromba, ahol elsősorban a másodvetésre hívtuk fel a figyelmet. Ugye ez általában két kultúrába szokott megjelenni, vagy két gazdasági formánál, az egyik ugye a borsó-csemegeváltás, itt is nagyon jól alkalmazható a sávos művelő, nyilván a megbeszélt feltételekkel együtt, tehát azt kell tudni azért egy ilyen borsó kombány, egy ilyen nedvesebb időszakba elég jól meg tudja gyepálni a talajunkat, tehát ott mindenképpen vigyázni a betakarításnál, ha ez nem sikerül, akkor nyilván itt se lesz a sávos művelő eredményes. Ugye itt az a lényeg, hogy ugye a borsó után minél gyorsabban kerüljön a csemege a talajba, hogy még abba az évben ugye be lehessen takarítani gyakorlatilag ezt a növényünket is. A másik ilyen vetésváltás, ami talán már egy kicsit azért gyakoribb, és itt is nagyon sokan keresik a sávos művelőt, az pedig az állattenyésztőknél a takarmányros keverékek után történő siló kukorica vetése. Itt is a sávművelés egy nagyon jó választás lehet. Ugye itt is erre az a jellemző, hogy gyakorlatilag körülbelül ilyen április közepe környékünkön megtörténik ezeknek a takarmánynövényeknek a betakarítása, és itt még lehetőség van arra, hogy gyorsan elvessük ugye siló kukoricával, azaz két növényt tudunk betakarítani egy évbe, és itt is ugye az a cél, hogy minél előbb a talajba tudjuk megfelelő körülmények közé
tenni gyakorlatilag a kukorica magunkat, és itt is a sávos művelés egy nagyon jó választás lehet. Itt a másodvetésbe, ami talán inkább a tápanyag utánpótlás felé fog majd menni, ugye fontos elmondani, hogy az állattenyésztőknél azért elég sok hígtrágya keletkezik, tehát ezt a másodvetés, ezt striptilt, ezt lehet kombinálni ugye a hígtrágya kijuttatással is. Vannak olyan sávművelők, amiket föl lehet szerelni hígtrágya kijuttató berendezéssel. Ne csapjuk le a témát, mert szerintem ez egy kifejezetten fontos pont, de akkor beszéljünk még egy picit a vetésről. Először hallgassuk meg, hogy mit mond erről, és mit ajánl néhány percben a termelőnek Szádecki István, a Precision Planting magyarországi képviselője. A striptilnek egyértelműen van helye a talajművelési technológiában. Vannak nagyon komoly előnyei, de vannak benne nagyon komoly buktatók is, amire figyelni kell. Figyelnünk kell arra, hogy ezek a sávok elég szélesek legyenek ahhoz, hogy tavaszra be tudják fogadni a vetőkocsikat. Láttunk már olyat a 20-as monitoron, hogy a monitor folyamatosan kiabált ránk, hogy a vetőkocsi nem tudja hozni a 100%-os helyes haladást, vagyis nem tud simán futni a talaj felületén, hiszen hol az egyik, hol a másik mélységhatárról kerék szaladt a műveletlen területen, vagy éppen a művelt sávban. A másik dolog az, hogy gépi munkára mindig is szükségünk lesz, ezt nem tudjuk elkerülni, és előfordulhat, hogy egy-egy évben jobban megtapossuk azt a talajt, mint ahogy szeretnénk. Ugye van nekünk egy Delta Force elnevezésű hidraulikus rendszerünk, ami a vetőkocsik talajra gyakorolt súlyát képes szabályozni. És emellett, hogy szabályozza a súlyukat, ő nekünk rajzol egy térképet is arról, hogy mikor milyen munkát kellett végeznie. Tehát kapunk egy térképet arról, hogy éppen mekkora erővel kellett emelni azt a vetőkocsit, mert túlságosan puha volt a talaj, vagy éppenséggel mekkora erővel kellett nyomni lefele azt a vetőkocsit, mert kemény volt a talaj. És ezeken a térképeken nagyon szépen látszódik az előző évnek a taposási problémája. Látszódnak rajta a művelőutak, azok a csapások, ahol lehorták a terményt a területről, vagy éppen azok a helyek, ahol a bálát rakták fel a kocsikra. És ugye, hogyha nem forgatjuk a talajt, nem műveljük a talajt, akkor ezeket a taposási hibákat rövid távon nagyon nehéz kiküszöbölni. Ebben is segítséget tud nyújtani a sávművelés, hiszen ezeket a hibákat gyorsan lehet vele orvosolni. És emellett, ha már talajt művelünk, akkor megnyílik az a lehetőség, hogy egyből kiadjuk gyökérmélységbe az olyan nehezen mozgó tápanyagokat, mint például a foszfor. Fontos az, hogy a tápanyagokat irányítottan adjuk ki oda, és akkor, amikor azokra szükség lesz. Ugye mi hiszünk abban a Precision Plantingnál, hogy azt a növényt, amit mi szeretnénk felnevelni, azt úgymond etessük kanálból a tápanyagokkal. És ne csak adjuk neki oda a műtrágyát, és kívánjunk neki sok szerencsét. Ugye nekünk vannak olyan eszközeink, amellyel képessé tudjuk tenni a vetőgépet arra, hogy vetés idején egyből a magárokba tudja kiadni a különböző folyékony starter műtrágyákat, vagy éppen a talajoldatokat. Ugye a kító magnyomó pálcával tudunk kiadni folyadékot a magárokba, vagy éppen a furójet elnevezésű eszközzel a magárokba és a magárok falába is képesek vagyunk kijuttatni két különböző folyadékot. Ha pedig nitrogénre van szükségünk, hiszen előfordulhat, hogy a magas szerves anyag tartalmú talajokban a nitrogén nem áll rendelkezésre egyből a fiatal növényeknek, akkor pedig a konszil elnevezésű folyékony nitrogén kijuttató adapterrel tudunk a magárok mellé sávosan kijuttatni egy tápanyagcsíkot. És hogyha ezek mellett, az eszközök mellett még esetleg van 20-20-as monitor is azon a vetőgépen, akkor akár arra is képesek lehetünk, hogy területarányosan, előírás térkép alapján adjuk ki ezeket a folyékony műtrágyákat. A keskeny sávok mellett a másik komoly buktató benne az, hogyha nem sikerül elcsípnünk az ideális talajművelésnek az időpontját. De például, hogyha nedves talajon kell sávot művelnünk, akkor inkább csak nyúlszuk vele a talajt, mint hogy művelnénk. Ezt látjuk a Smart Firmware elnevezésű
szenzoros magbenyomó pálcánkkal, ami a különböző információk mellett azt is figyeli, hogy a magárkunknak milyen az egyenletessége. Tehát látja azt, hogy a magárok fala az tömör, vagy esetleg vannak benne üregek. És látjuk azt, hogy ha nedves talajállapotban műveltek sávot, akkor bizony még a vetésnél is ott vannak azok az üregek, azok a légbuborékok vetésmélységben, amiket ugye egyetlen kultúrának a gyökere sem fog meghálálni. A Hektár Mezőgazdasági Podcast YouTube oldalán vlogolni is szoktam mostanában, és az egyik ilyen videós riportom az Agromos Expo-n pont a Precision Planting standján készült, és szerintem nagyon érdekes, meg gyakorlati szempontból kifejezetten egy ilyen látványos anyag született, szóval ez most megint egy kis anyagajánló, vagy videóajánló, érdemes megnézni, hogyha van valakinek bő 20 perce ezek mellett a monumentális podcast adások mellett, amit itt a Hektár kínál a hallgatóknak, de akkor vetés. Beszéljünk egy kicsit erről. Dani, először hozzád fordulok. Nálad akkor hogyan zajlik a vetés? Először a gép felkészítéssel, annak is utána kellett járnom azért, hogy ez hogy lehet fejleszteni, a technológiához igazítani. Felszereltük magágykészítő egységgel, nyomásfokozó rúgóvált, ezáltal szükségessé, és minden inputot, amit csak lehet, egy menetben adunk ki vetés során. Értem ez alatt a vetőmagot, mikrogranulátumot, a szükséges vagy talajfertőtlenítőt, a starter műtrágyát és a sávgyomírtást. Tehát ezeket a műveleteket végezzük el, és természetesen a magágykészítést is, mert hullámos tárcsa és sortisztító egység is szükségessé vált. Ezen felül még a lezáró kerekekkel, egységekkel is kellett foglalkoznom. Nem kell annyira figyelni, a nóti lesz képes a lezárásban, de mivel én azt figyeltem meg, hogy minél kevesebbet nyúlunk a talajhoz, minél kímélőbben, annál nehezebben engedi el a nedvességet a felső rétegekből is tavasszal. Tehát oda kell figyelni, és itt megint csak a dombozati viszonyokra utalnék. Tehát van olyan tábla, nagyon szépen látszik, a teteje, ami száraz, szárazabb, be van zárva tökéletesen, és a domboldal pedig végig nyitva van. És én is tapasztaltam ilyet. És ehhez folyamatos kontrollat kell tartani a vetést, megint csak nem lehet szokásból csinálni. Én is elkövettem egyszer-kétszer ezt a hibát, nem úgy figyeltem, oda voltak kelési problémák, szerencsére a nedvesség megoldotta, de itt sem lehet ahhoz úgy állni, mint egy sima, mondjuk egy szántásos művel is, ott sokkal egyszerűbb ezeket megoldani. A lezárókerékkel, akár a sortisztítónak a menet közbeni állításával, ami nekünk még sajnos kézzel történik, a traktorfülkéből állítható, sokkal jobb lenne ebből a szempontból, mert sokkal jobban lehet adaptálni az aktuális körülményekhez. Ezekre nagyon kell figyelni. És hát nyilván, hogy ennyi inputot kell kiadni, ez egy bonyolultá teszi az egészet. Egyúttal nagyon hatékonyá, de ezt a sok inputszert egy menetben adagolni, ez akkor a logisztika szükséges fejben is, amit azért ezt számítani kell, hogy ez megnöveli az erre fordított időt és energiát. És ez mind-mind befolyásolhatja a vetést. Tehát itt nem csak a vetőmagra kell figyelni, hanem hogy minden oda kerüljön, és abban a mennyiségben, ahová és amikor kell. Egy John Deere 1755-ös van, ahogy megvettük, megvásároltuk, én a magágykészítő egységgel vettem, azóta nem kellett rá semmit, kivéve a lezáró kerekeket szoktuk variálni. Igazából ennyi, meg a talajnyomást. Tehát az tökéletesen alkalmas rá az a vetőgép, hogy elvégezzük ezeket a műveleteket. Itt a kiegészítőkre egy kicsit kitérve, mikor mi kell, nem biztos, hogy mindig mindent föl kell rakni, tehát attól függ, milyen talajon gazdálkodunk, illetve mikor történt meg a sávnak a megmunkálása. Nyilván, hogyha tavaszi sávozásról beszélünk, akkor nem tömörödik annyira vissza a sáv, egyszerűbb a vetés, egyszerűbb a lezárás. Ha őszi sávozás van, azért a tél egy kicsit megnyomja, a téli csapadék egy kicsit lenyomja, vissza tud tömörödni a sávnak a teteje. Ilyenkor már tényleg, amit Dani is mond, valamikor elég a sortisztító, valamikor elég csak egy hullámos tárcsa, valamikor mind a kettő kell. Talajfüggő, például az erdőtalajok jobban hajlamosak a visszatömörödésre, a réti talajok kevésbé, tehát réti talajon valószínűleg egy sortisztító, tényleg a szármaradvány, amit visszafújja a szél a tél során, esetleg azt kitakarítani, egy picit talán a felső rétegből egy nagyon picit leszedni, de ezt se ajánlom senkinek, tehát el lehet követni itt is nagyon sok technológiai hibát, ahogy Dani is mondta,
Tehát a sortisztító az a sortisztító, nem pedig talajművelő egység ezeken, se a sávművelőn, se a vetőgépen. Tehát nem az a cél, hogy 5 centiket letoljunk talajból, hanem tényleg csak azt a részt, azt a szármaradványos részt, ami nekünk oda nem kell, ami korlátozná a vetőmagnak a csírázását. Hullámos tárcsából is van egyébként többfajta. Nyers talajon nem szeretik a ritka hullámú tárcsát. A ritka hullámú tárcsa ugye kicsit szélesebben műveli meg a talajt, kicsit jobban megszaggatja, az nyers talajokon van, hogy felszakít egy kis nedves részt. Vannak enyhébb hullámú tárcsáink, amik sokkal kevésbé bolygatják a talajt, de ugyanúgy meg tudják nyitni gyakorlatilag a vetőgép előtt a magágyat. Talajnyomás fokozása, ugye különböző módszerek vannak az egyszerű mechanikustól, ott amire figyelni kell, hogy ott tényleg a kezelőnek a feladata az, hogy azt megfelelően beállítsa. Tehát nem feltétlenül kell a legnagyobb talajnyomással dolgozni. Vannak most már automata rendszerek, tehát a nagyobb John Deere vetőgépeinken alapból aktív pneumatikus talajnyomás fokozás van. Ez azért jó, mert gyakorlatilag egy adott beállított érték mellett folyamatosan változtatja a nyomást, attól függően, hogy egy lágyabb részhez kerül, vagy lágyabb részbe megy éppen a vetőgép, vagy egy keményebb, kötöttebb részbe történik a vetés, tehát gyakorlatilag alkalmazkodik vetőgép szélességben, és ami ugye a legjobb, az a hidraulikus talajnyomás fokozás, ahol minden egyes kocsinak külön lehet szabályozni gyakorlatilag a talajnyomását. Én úgy gondolom, az elsősorban inkább no-tillben van nagy szerepe. Sávos művelésnél én úgy gondolom, ez a pneumatikus, teljes vetőgép szélességű aktív talajnyomás fokozás szerintem elegendő. Amit Dani is mondott, én is nagyon sok kísérletet vetettem. Tényleg a sávművelésbe, tehát a rengeteg input, startertrágya, granulátum, vetőmag, esetleg sávpermetezés, nekünk volt, hogy 2 folyadékrendszer volt fönn a vetőgépen, tehát elképesztően oda kell figyelni mindenre. Meg ezeknek a fogyására jól fogjon, illetve összehangolni ezeknek a fogyását, hogy lehetőleg ne kelljen már minden kerül után megállni, tölteni valamit, hanem olyan tartályméreteket válasszunk, vagy úgy álljunk meg a vetőgéppel, hogy egyszerre több inputot meg tudjunk tölteni. Ez nyilván valamilyen szinten lassítja is a vetést, ezért kell mérlegelni, hogy mi az az input anyag, amit a vetéssel szeretnénk kijuttatni, illetve mi az az input anyag, amit mondjuk akár az alapműveléssel, akár a későbbi fejtrágyázással juttatnánk ki, vagy esetleg külön menetbe egy permetező géppel. Tehát ez üzemi mérethez is gyakorlatilag kell igazítani. Tehát egy nagy üzembe inkább szét szoktuk szedni a műveleteket, hatékonyabb, nagyobb munkaszélességű gépekkel, kevesebb megállással dolgozni, egy kisebb üzembe inkább érdemesebb összébb rakni, tehát minél több műveletet egy műveletre összerakni. Tehát ott kevésbé fontosak az üzemszervezési dolgok. Nyilván ott is fontos, de talán kevésbé, mint egy nagy üzembe. Amire itt mindenképpen figyelni kell vetéskor, ugye ez inkább majd a tápanyagos részhez tartozik, de szerintem itt is jó elmondani. Itt ugye teljes felületű műtrágyázás nincs. Ugye Magyarországon klasszikus az, hogy magágykészítés előtt ugye a nitrogénnek egy részét ugye kiszórják, itt ugye nincsen lehetőség erre. Magyarul mérlegelni kell, hogy ezt a vetőgéppel juttatjuk ki, vagy valamilyen szinten kockáztatunk, és csak fejtrágyázásra juttatjuk ki. Itt nyilván van egy olyan kockázat, hogyha mondjuk nem érünk oda időbe, akkor lehet, hogy éhezni fog a kukoricánk a nitrogénhiánytól. Hogyha még vetéskor az vetődött fel bennem, hogy azt beszéltük, hogy gyakorlatilag a sáv, amit művelünk, az hasonlóképpen működik, mint úgymond egy hagyományos talajművelés mellett, tehát akkor itt a vetésidő, vetésmélység az gyakorlatilag ugyanaz, mint a hagyományos művelésnél a különböző növények esetében, vagy kell bármire figyelni, vagy más, hogy... Nem egészen, jellemzően azért később melegszik szerintem föl a talaj, nyilván a sorközök itt fedettek, tehát ott biztos, hogy hidegebb a talaj, viszont többen a nedvesség. A sáv viszont ugye viszonylag gyorsan melegszik. Tehát, hogyha össze kéne hasonlítani, szerintem egy ilyen 30-50%-os mulcsborítottságú forgatás nélküli műveléssel azonosan történik a talajmelegedés, de lassabb, mint például egy szántásnál. Tehát később lehet elvetni egy ilyen területet, mint a hagyományos, akár kétszer magát készített területeket, de nyilván ott kevesebb a nedvesség is.
Dani bőszen bólogat. Igen, én is ezt tapasztaltam. Egy picit nehezebben melegszik föl. Itt még egy technológia elemet árulnék el, amit én használok. Kifejezetten kell figyelni arra, hogy ősszel a legjobb nekem az vált be, amikor kiemelkednek egy picit a sávok a sorok közül. Ha lehet, akkor a sortisztító egységet a sávművelőn mindig a legfelső állásba használom. Hogyha megfelelően képes dolgozni a kés, akkor úgy szétrobbantja a talajt, hogy elvileg el is távolítja onnan a szármadványokat. Ami esetleg marad, az pedig egy nagyon sekély, a vetőgépen a sortisztító félre tudja lökni, és a lezáró egységet a sávművelőn, azt is nagyon sokszor fölhajtva használjuk, és így el tudjuk érni azt, hogyha kiemelkedik, eleve nem kell annyit földet lesodortatni a sortisztítóval, és hamarabb melegszik, mivel kiemelkedik a nap, jobban éri, és száradni is jobban tud egy picit. Így van, ezt az amerikaiak egyébként ilyen seed burnnek, tehát egy pici bakhátnak nevezik, tehát itt annyit kell tudni, hogy a kés mögött ez a hullámos tárcsapár, ez nem egyenesen fut, hanem egy nagyon pici szöget zár be, egy néhány fokot, maximum 5 fokot, és összefele dobja a talajt, és egy pici bakhátat képez, és valóban így van, hogyha hátsó hengert levesszük, ezt nem mindig szükséges alkalmazni, sőt, hogyha egy picit nedvesebbek a talajviszonyok, be is szokott tömődni ez a henger, ilyenkor leszoktuk szedni a hengert, és egy nagyon szép bakhátat lehet képezni ilyen esetben, ami tavasszal, mint mondta Dani, nagyon jól tud melegedni. A vetés témájához szervesen kapcsolódik a következő kis interjú is, ami a stúdió felvétel után érkezett be hozzám. Mivel a nyíregyházi Agroker által forgalmazott Zuri egymenetes sávbűvelő vetőgépet nem szerettem volna kihagyni az adásból, így rögzítettem ezt a felkonfot, ami nyilván nem olyan minőségű, mint a beszélgetés többi része, de remélem, hogy ezt megbocsátjátok azokért a gépesítési információkért cserébe, amiket Dojcsák János üzletág vezetőtől hallhattok a következő percekben. A Zuri márkáról annyit feltétlenül kell tudni, hogy a gyár területén működik egy kutatási és fejlesztési központ, ami kifejezetten a sávműveléses technológia átfogó kutatására és fejlesztésére szakosodott. Nagyon fontos, hogy a tulajdonos, a dr. Marek Rozniak a Bydgoszi Egyetemen végzett és kifejezetten a PhD fokozatát is ebben a témában szerezte. Saját gazdaságukban, mivel több mint 30 éve foglalkoznak mezőgazdasággal, egy 1500 hektáros farmon bemutatta a sávos talajművelés hatékonyságával kapcsolatos kutatás eredményeit, és ők maguk több mint 10 éve alkalmazzák már, és több európai gazdaságban is több mint 10 éve működik ez a technológia, ami igazából forradalmasítja a modern mezőgazdaságot. Amit az Agromos Expo-n is láttunk, az gyakorlatilag a csúcs termék, ugye? Ez a egymenetes sávos vetőgép. Így van, így van. Ott egy Zuri Protil Select egymenetes sávművelő vetőgép agregátumot láthatta. Igazából ez az eszköz egymenetben végzi el az alapműtrágyázást, a lazítást, a vetést és a zárást, a talajfelszínnek a zárását. A lazítás egyébként egy ilyen maximum 30 cm-es mélységben lehetséges ezzel a géppel, egyenletes vetési mélységet pedig soronként az biztosít, hogy hidraulikusan vezérelt egységek vannak ráépítve. A vetőmag minden esetben az előkészített sávba kerül, tehát ugyanabba a sorba fog belevetni minden esetben, ahol a lazítás és ez a kultiváció történt előzetesen. A gép eleve egy hatalmas rugalmasságot biztosít, tehát minden Magyarországon jellemző növénykultúra vetése az garantálható vele. Értem ez alatt búza, tritikáli, árpa, repce, kukorica, napraforgó, cirok, szója, borsuk, stb. Tehát sorolhatnánk. Nagyon nagy előnye, hogy akár egy 30%-os alapműtrágya megtakarítást biztosít, egy egyenletes növénysűrűséget garantál, ezt akár nagyon agyagos vagy nagyon kötött területen is. A felépítését tekintve egy nagyon robosztus, hosszú nagy anyagáramlást tűrő és minden elemében egy professzionális gépről van szó. Topcon vezérlőrendszerrel van felszerelve, ez izobusz képes, a precíziós tulajdonságait tekintve automatikusan tud szakaszolni, és változó mennyiségszabályozást is biztosít. Ezt nem csak a vetőmagra, hanem ezt a kijuttatott műtrágyákra is egyaránt tudja a gép. Ugye nagyon robosztus, a napi karbantartását központi zsírzórendszer könnyíti meg. Első ránézésre egy hatalmas központi tartály, ami jellemzi. Ez attól függ, hogy melyik típust választjuk, ez lehet 2, 3 vagy 4 anyag egyidejű kijuttatása. Hát
ugye ebből egyik a vetőmaga, a második, harmadik, negyedik anyag az pedig vagy két műtrágya és egy rovarölő, vagy kettő műtrágya és egy starter trágya, attól függően, hogy az ügyfél hogy szeretné. A művelő rész egyébként 3, 4 vagy 6 méter széles. Ez úgy néz ki, hogy egy elővágó tárcsasor van legelől. Az elővágó tárcsasor nyomába haladnak a lazítókések, és ezek a lazítókések kettő sorban vannak elhelyezkedve. Van egy úgynevezett select gombunk, aminek a segítségével minden második lazítókés az felzárható, attól függően, hogy mit szeretnénk vetni. Ugye a lazítással együtt kétfajta műtrágyát tudunk a talajba helyezni, és itt következik majd a következő szekció, ahol a felszíni röptörés és tömörítés zajlik. Tömörítés után pedig jönnek a vetőkarok. A vetőkarok ezek egy szabadalmaztatott megoldás, aminek része, hogy 36,5 centinként kettő sor kalászos növényt, vagy 36,5 centinként egy sor repcét tudunk vetni. Ez attól függ, hogy milyen csoroszjával választjuk ki éppen a gépünket, vagy még csoroszját rakjuk rá a vetőegységre. Ugye a vetés az pedig tömörítéssel és zárással ér véget. Hogyha mi nem kalászost vagy repcét szeretnénk vetni, akkor tudjuk használni ezt a bizonyos szeleggombot, és a kalászos vetőegység helyett fel tudjuk helyezni az X-ak keretet. Ez az X-ak keret egy Precision Planting vetőrendszerre ellátott modul, és ebben az esetben tudjuk a kapás növényeket vetni. Itt már ugye 73 cm-es sortávolságról fogunk beszélni. Mi technológiánk az azt mondja, hogy a betakarítás után képződött tarlón már nagyon minimális tevékenység, ami meg kell csinálni, tehát mondjuk egy őszi búza után elképzelhető, hogy a kapillárisokat lezárjuk, ezt vagy egy pálcás boronával, vagy pedig egy nagyon sekély rövid tárcsázással meg tudjuk tenni, és utána már, amikor a vetést csináljuk, akkor csak egy menetbe elhúzzuk ezt a zúri gépet, más teendünk nekünk nincs. Hogyha mondjuk egy olyan tarlóba fogunk vetni, ahol kukorica volt, akkor az még a technológiába beilleszkedik, hogy azt a tarlót mondjuk egy múlcsozóval, egy vízszintes tengely múlcsozóval leaprítjuk, és akkor így képződött tarlóba fogjuk az úri gépünket szintén egy menetbe belehúzni. Közel a negyedére csökken az üzemanyag felhasználás, és a széndioxid kibocsátás is nagyjából egy 70%-kal kevesebb. Azt tudnám mondani, hogy egy 50-60 literes hektáronkénti hagyományos technológiához képest, ezzel a technológiával egy 9-16 liter mellett tudunk gazdálkodni, és hogy milyen tények vannak még a hektáronkénti költségekkel kapcsolatosan, például a művelési idő, az is a hatodára egy normál technológiához képest. 3 óra helyett körülbelül 25 perc alatt elvégezhető az egy hektáron szükséges technológia. Az alaptrágyázási költség is egy 30%-kal minimum kevesebb egy normál technológiához képest, vagy például a vetőmag felhasználás. A tapasztalatok alapján mondjuk itt 200-220 kilóval nem kezdenek búzát vetni, hanem amikor az úri technológiát használjuk, akkor egy ilyen 150 kiló vetőmaggal kell kalkulálnunk. De mégis termés hozamba tudjuk ugyanazt, vagy még magasabb terméshozamat garantálni, tehát így emelkedik az egyen növényre jutó potenciál. Az Agrocare Holding ZRT-nél Nyíregyházán folyamatosan megtekinthető a gép. Tavasszal már egy demo bemutató körutat is tervezünk. Ezt a tavaszi bemutató körutat egy őszi is fogja követni. A részletei az agrocareholding.hu oldalon, ez folyamatosan elérhető. Még szeretném, hogyha meghallgatnánk Szász Zoltánt, hogy a Hors magyarországi képviselője mit ajánl a német gyártótól Striptill kapcsán. Ugye a kérdés az, hogy melyik oldalról nézzük, a szántás oldaláról, vagy a no-till oldaláról. Már nagyon régen, amikor az egyik forgalmazó behozta Amerikából, akkor tartottak előadásokat, és láttam ott fölvetítve, hogy ha nem szántunk, hanem csak sávot húzunk, és a megspórolt üzemanyag árát beletesszük műtrágyába, akkor mennyivel többet fog teremni például a napraforgó. Valahogy itt kell el megfogni ezt az egész dolgot, hogy a sávos talajművelést mire is használjuk. Ha jól tudom, akkor ugye a no-till indult el valamikor,
vetőgéppel akár tudunk adni tápanyagot, de normál körülmények között, tehát egy nem homokos talaj, de egy normál talajokon foszforkáli nem nagyon vandorol, tehát előbb-utóbb a 20-30 centis vagy 35 centis mélységből hiányozni fog. Ugye, hogyha no-till, és nem akarunk hozzányúlni a földhöz, akkor de mégis le akarunk mélyre rakni műtrágyát, akkor kell valamilyen keskeny, vékony kapa, amivel lejuttatjuk a műtrágyát. Ez az egyik dolog, amiből a sávos kiindult. Na most azt is kell tudni, hogy melyik növénynek milyen a gyökérzete. Egy karógyökerű növénynél nagyon könnyű, egyszerű sávosan műtrágyázni, sávos talajművelést csinálni, mert abban a keskeny sávban, 5-10 centi széles sávban megy le a gyökér, és megkapja a tápanyagot. De a bolyhos gyökerőknél, vagy egy szélesebb gyökerű, például egy cukorrépánál, vagy egy kukoricánál, ez egy picit oda kell figyelni. Egy másik dolog, nem tudom, hogy mennyire a klímaváltozás, a tavaszi talaj mennyire fog fölmelegedni itt magyarországi körülmények között, de ha nagy mennyiségű szármaradvány van a felszínen, és egy keskeny 10-15 centi sávot műveltünk, meg tegyük fel ősszel, hogy az mennyire fogja a tavaszi kelést, meg a tavaszi fiatalkori fejlődését a növénynek visszavetni, visszafogni. Zárójel bezárva. A horsnál, ami létezik, a legelső gép a fókusz, amit ilyen sávos talajművelésre, műtrágyázásra fejlesztettünk, de kimondottan repcére indult az egész. Tehát van egy kapánk, tehát a kapa lazít, egy speckó ULD kapa, tehát hogy földet ne hozzon föl a felszínre, ne mozgasson föl, ne hozzon hantokat esetleg föl a föld felszínére. Utána van egy rögrendező henger, gumikerekes henger, ami visszatömörítés, a kapa nyomába jön egy vetőcsoroszja. Különböző vetőcsoroszják vannak, de a lényeg az, hogy vetőcsoroszja is, eltettük a magot, ami majd a karó gyökér szépen fejlődik, és megy lefelé, és ellenállásmentesen tud fejlődni. Ezen az elven tudunk tovább menni, és itt erre a fókuszra hátul rá lehet tenni akár egy szemenkénti vetőgépet is. Most ugye itt a sávos talajművelést azt el kellene különíteni, hogy ősszel végezzük, vagy tavasszal a vetés előtt. Ha ősszel végezzük, ugye ott van idő a talajnak beélni, ha nagy hantokat is felhozunk, a tél azért elrendezi, és amit mi tapasztalunk, hogy a kukoricánál majdnem jobb, hogyha nem csak 75 centire húzzuk meg ezeket a sávokat, hanem közte 37,5 centibe is teszünk egy lazítást, és akár oda is teszünk műtrágyát, és ezáltal a bolyhos gyökeret meghúzza, és egy jóval nagyobb felületen fog a gyökér elterülni. Ha ősszel csináljuk, akkor ezzel a fókusszal 37,5 centi, vagy 30 centi, vagy 50 centi, tehát attól függ, hogy ki, hogy milyen technológiára van beállva, elhúzzuk ezeket a sávokat, betesszük a műtrágyát, és úgy marad. És akkor tavasszal egy másik géppel jövünk rá. Ha meg laza homokos talajon dolgozunk, ahol tavasszal a kapával be lehet menni, és nem tesszük tönkre a földet, ott akkor egy menetben a vetéssel történik az a sávos talajművelés, műtrágyázás és a vetés. A tápanyag utánpótlás témaköre következik. Először Vázsonyi Lászlótól hoztam néhány mondatot, nektek is a hallgatóknak. A Vulcán Agro Kft. Termék fejlesztője többek között a talajjavítás fontosságáról is beszélt. A sávművelés ugye ez jó dolognak tartjuk, mert összességében kevesebb tápanyagot kellene kitenni. Itt két módot kellene megkülönböztetni. Egyik, hogyha ezt a tápanyagot, amit kiteszünk, ezt egy 30-35 centire bedolgozzuk, átdolgozzuk ebbe a sávba, akkor mehetne egy nagyobb mennyiség. Ha csak a mag mellé teszünk tápanyagot, a vetése egy menetben abba a sávba igazából, akkor lényegesen kevesebbet kellene kitenni, mert elustul a növény, nem akar lemenni. Ugye a Vulcán Agronál mi a folyékonyra esküszünk. Aki már sávművelése van, az már bízunk benne, hogy ismeri a talaját, és hogyha egy folyékony műtrágyával dolgozná át ezt a sávot, általában egy szerves anyag alapú folyékony NPK-t szoktunk ilyenkor javasolni, ezt jól lehet formázni, hogy több foszfor legyen benne, több káli, legyen benne annyi nitrogén, amennyi elég lenne a növénynek, nem csak az első egy hónapban, vagy olyan mikroelemekkel ki lehet egészíteni, amikor ezeket a növényeket nem kell egyfolytában lombon keresztül fémekkel terhelni.
A sávművelésnél, ami még érdekes, hogy alapvetően a tábla többi részét viszont árnyékoljuk, takarjuk, legyen rajta mulcs, vagy bármi ilyesmi, hogy a víz azért alapvetően a talajban maradjon. A sáv is jobb lesz, és a növény is igazából a gyökere a sávon kívülre fog menni, és onnét is fog fölvenni tápanyagot. Úgyhogy aki ilyenben gondolkodik, annak megpróbálunk segíteni. Nagyon sokféle termék van, de egyedileg lehet formázni igazából az adott talajtípusra, az adott növényre, az adott gazdálkodási formára. Akár ilyen technológiáknak az alkalmazásán legyen az no-till, mint-till, bárhol, azért először rendbet kell tenni a talajt. Ez itt is megállja a helyét? A sávban talajt rendbe tenni, ugye el fog akkor válni egymástól, hogyha ez egy savanyú talaj, vagy ez egy kötött talaj. Biztos, hogy lehetne a sávot, csak a sávot művelgetni, de azt gondolom, hogy egy talajjavítás, ezek nem egy olyan drága dolgok, amiket csak egy szűk sávban tennék meg, egy meszezés semmiképpen. De ha már egy olyan technológiába gondolkodunk, ahol mondjuk mit egy szikesedés indul meg egy talajon, az elkerülhetetlen, hogy a sávot azt mindenképpen javítani kell, hiszen a kitett tápanyagnak a jelentős része el fog veszni. Akkor itt a tápanyag meg a talaj kérdésköre kapcsán egy picit itt a talajjavításról, meszezésről szeretnék véleményt kérni, illetve ugye a folyékony műtrágyának a kijuttatásáról. Nem tudom, hogy például Dani, neked ezekről van-e tapasztalatod? Nekünk sorba kijuttató műtrágya egység nincs, az várat magára. Hát a meszezés azt végezzük, de azt állományba szoktam teljes felületre, búzára, a repcére. Folyékony műtrágyában pedig injektálás sor mellé, tehát ennyi. Tehát alapban nem használunk folyékonyat. Kezdjük akkor a meszezéssel. Ugye meszezni általában, ahogy Dani is mondta, hogy a teljes felületen szoktunk. Én úgy gondolom, aki belevág ebbe a striptilbe, érdemes szerintem, ugye nyilván van egy ilyen átállásos időszak, ahol forgatás nélküli, de teljes felületű művelést végez, ott kijuttatni ezeket a talajjavító anyagokat, tehát hogyha nagy mennyiségű méz kijuttatásáról beszélünk, ugye méziszap kiszórásról, mindenképpen ugye differenciáltan, főleg ilyen domboldalas körülmények közt, ahol ugye erodált részek, illetve úgynevezett feltöltött részek vannak, nyilván más a talajnak a pH-ja, ott erre mindenképpen figyelni kell, illetve a sávművelésnél is van valamilyen szinten lehetőség, ugye van ez a kálcipril mész alapú trágya, amit gyakorlatilag egy granulát mész trágya, ez sávműveléssel, ugye az alapműveléssel egy menetbe közvetlenül a gyökérzónába ugye ki lehet juttatni, akár differenciáltan is. Ugye mondta Dani, hogy neki nincsen ugye a sávművelőjén műtrágya kijuttató berendezés, ugye alapból ezek a sávművelők a legegyszerűbb változatuk közt függesztett. Viszont aki tényleg professzionális módon akarja ezeket használni, az gyárilag meg tudja hozzá vásárolni a megfelelő műtrágya kijuttató berendezést, ezek általában ugye pneumatikus elven működnek, tehát van egy központi adagoló rendszer, ami ugye pneumatikus úton kijuttatja az egyes sorokhoz a granulát trágyát. Ugye kettő fajta lehetőség van, vagy folyékony, vagy ugye szilárd műtrágyát tudunk kijuttatni. Ugye a szuszpenziók most már annyira nem elterjedtek, ugye, de viszont kezdenek bejönni ezek a folyékony MPK trágyák. Az valamilyen szinte jobb, mint a szuszpenzió, hiszen nincsen benne lebegő anyag, tehát egyszerűbb szivattyúval is ki lehet juttatni. Viszont ami hátrányuk az, hogy ugye a hatóanyag tartalma az viszonylag kevés, ezért ugye elsősorban az alaptrágyázást, ugye a megszokott MAP, kálisó, DAP szokták elvégezni, és hogyha ezt tényleg precíziósan akarjuk csinálni, ez is van már lehetőség, tehát az Ortmannak van a kínálatában olyan műtrágyaszóró berendezés, ami osztott tartályra rendelkezik, és akár kétfajta anyagot tudunk differenciáltan kijuttatni, tehát különböző dózisban megy ki a foszfor, illetve a kálium. Nyilván ehhez megfelelő előírás térképre is szükség van. Szeretnék majd még ugye a szerves és hígtrágya témakörről is beszélni. Ez ugye a no-tillnél is mindig egy nagyon sarkalatos pont, és akkor hát, ha ez is egyfajta előny itt a sávos esetében, de ezt majd megmondjátok, hogy mik a tapasztalatok, de előtte még maradjunk a tápanyag utánpótlás másik megoldásánál, ugye itt a műtrágyáknál. Dr. Szabó Emesét, a KITE ZRT fejlesztési osztályvezetőjét kértem meg arra, hogy ezt a témát járja körbe néhány percre. Sikerült is neki, méghozzá nem is akárhogyan. Azt hiszem, hogy tényleg egy igazi szakmai mélyvíz következik ebben a néhány percben. Nos, a sávos művelést a KITE-ben már több mint 7 éve teszteljük. Nagyon sok eredményünk, nagyon sok tapasztalatunk van vele.
pár aspektust szeretnék kiemelni, amit jó tudni a sávos művelése és annak tápanyaggazdálkodásával kapcsolatban. Az első az a tápelemek, a kijuttatott tápanyagok hasznosulásának a kérdése. Ezt a témakört két másik témára oszthatnánk. Az egyik az a pozicionálás, hiszen azáltal, hogy pozicionáltan, kizárólag a sor alá helyezem ki a műtrágyát, logikailag is belátható, hogy javul a hasznosulás. Erre a striptill szakirodalom általában egy 30%-os javulást mond. Na most ezt a 30%-ot, hogyha értékelni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez elsősorban akkor jelentős, hogyha egyébként is gyenge az ellátottsága a talajnak, vagy nagy az esélye a lekötődésnek. Emellett természetesen a növény sajátosságát is figyelembe kell vennünk, a gyengébb gyökérzetű növénynél ez sokkal jelentősebb, mint egy agresszív gyökerezésű mondjuk napraforgónál. Tehát azt mondhatom, hogy ott, ahol nagy az esélye lekötődésnek, például foszfor esetében egy karbonátos talajnál, ott ez igen jelentős lehet ez a javulás. Van egy másik területe a hasznosulásnak, ami a striptill és egyébként minden talajvédő művelésnek a komplex hatásaként alakul ki. Mert ugye javul a talajélet, megszűnik a tömörödött réteg idővel, kiterjedtebb gyökérzet alakul. Na ez az a terület, ez az a hatás, ami kevéssé ismert. Ugye a kitében ma már 7 éves tartamkísérlet van beállítva a fejlesztők által, az országban két helyen is, ahol a művelések hatását vizsgálják, többek között a tápanyag gazdálkodása is, de még ez alatt az idő alatt sem sikerült olyan egyértelmű eredményeket mondani, hiszen ez egy tartamhatás, itt egy tartamhatásról beszélünk, ami alapján mi számszerűsíteni tudnánk ezt a kedvező hatást. Hogyha a striptillt egy másik szempontból is megvizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy ez egy talajvédő művelés, beilleszkedik a talajvédő művelések közé, akkor azt mondhatnánk, hogy egy óriási lehetőséget kapnak azok a termelők, akik védeni szeretnék a talajukat, hiszen a többi talajvédő művelés esetében sokkal kisebb az esélyünk rá, hogy a műtrágyát, meg sokkal kevesebb az eszközünk rá, hogy a műtrágyát a talajba juttassuk. A striptill azonban a kés mögött akár 20-25 cm mélyen le tudja helyezni a sávos művelő az alaptrágyát. És azért azt tegyük hozzá, hogy a növény gyökere mindig lefelé nő, kivétel, ha mocsári növényről beszélünk, de ugye ezt hagyjuk ebben a témakörben, és annak az esélye, hogy a talajfelszínen hagyott műtrágyával hamarosan találkozni fog, kicsi. Míg a kálium laza talajokon mozoghat, de a foszfor az gyakorlatilag minimálisan mozog a talajban. Tehát, hogyha meg akarjuk emelni a valószínűségét, hogy a növény gyökérzete és a kijutatott hatóanyag találkozik, akkor a hatóanyagot a talajba kell juttatnunk. Tehát ez egy másik nagy előnye a striptillnek, és a harmadik olyan terület, amit fontos tudnunk, hogyha talajvédő művelésekről beszélgetünk, maga a műtrágyázás elhagyhatóságának vagy nem elhagyhatóságának kérdése. Ugyanis gyakran felmerül ilyen körökben, amikor a tápanyag gazdálkodás előjön, hogy azáltal, hogy megváltozott a talajélet, megváltozott a gyökérzet, azáltal a tápanyag utánpótlás akár elhagyhatóvá válik. Na most ennek megértésére, vagy ennek megvilágítására hagy hozzak fel egy példát. Tehát amikor a tápanyag utánpótlásról beszélünk, akkor is, hogyha hagyományos műtrágya alapú tápanyag utánpótlásról beszélünk, akkor soha nem egy statikus dologról kell gondolkodnunk. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy felvesz a növény 100 kg hatóanyagot, én 100 kg-ot oda teszek a talajba, és akkor ez így ki van egyenlítve. Hanem ez egy dinamikus modell. Itt legalább három tényezőt kell figyelembe vennünk. Az egyik a tartalékok, különböző poolokat, különböző kategóriákat, vegyületcsoportokat határolhatunk el a talajon belül. Ezek egy része nehezen hozzáférhető, másik része könnyebben, de még a növény számára nem felvehető. Ezek felvehetővé alakulását jellemezhetjük egy sebességgel. Ez is egy dinamikus modell. Emellett azonban a már most hozzáférhető készletek is, és a könnyen hozzáférhető készletek is lekötődhetnek. Folyamatos lekötődésről is beszélhetünk. A tápanyaggazdálkodás célja
Nem az, hogy már most odaadjuk a növény számára hozzáférhető mennyiséget, így instant, és az ott marad és veszi a növény, hanem az a cél, hogy ennek a lekötődésnek és a feltáródásnak az eredője meghaladja azt a sebességet, ahogyan a növény a szezonban felvenné a tápelemeket. Na most azáltal, hogy javul a talajban a talajélet, az természetes, hogy a feltáródás is javul, hiszen vannak olyan mikróbák, amik oldják a tartalékkészleteket. Vegyük példának a foszfor kérdését, az apatitok ugye a nehezen felvető, a nagyon lassan hozzáférhetővé váló készletek. Ott van a dikáciumfoszfát és minden olyan foszfát forma, amiben kevesebb a kálcium a foszforhoz képest. Ezek kicsit könnyebben már a mikróbák által vagy a gyökérsavak által is felvehetővé válhatnak. De abban az esetben, hogyha ez a feltáródás már ma is gyors, tehát már most is gyors, mert sok a hozzáférhető, könnyen hozzáférhető készlet, akkor a műtrágyázás során a hagyományos műtrágyázási szaktanácsadásban sem ajánlunk műtrágyát adni. Tehát az nem kérdés, hogy létezik olyan eset, amikor olyan gyorsan válnak felvehetővé a készletek, hogy az akár egy intenzíven termesztett növény számára is elegendő. Ezzel szemben akkor, amikor lassú ez a feltáródás, és nagyon nagy az esélye a lekötődésnek, akkor műtrágyázást javasolunk, és ezt feltehetőleg még a jobb talajélet sem tudja kompenzálni. Tehát ez a szemlélet egy extenzív termesztésnél elfogadható, egy intenzív termesztésnél azonban nagyon kicsi az esélye, hogy önmagában a jobb talajélet kompenzálja azt, amit a műtrágyázással egyébként kijuttatnánk. Azt mondják, és hát engem is szoktak ezzel megjönsülni, hogy nem is tudok róla, hogy mennyi tartalék van a talajban. De az a baj, hogy tudom, hogy ott van, de nem az a lényeg, hogy mennyi van ott, hanem az, hogy az hányszor tud megújulni. Tehát, hogyha az meg tud újulni gyakran, akkor elég az a tartalék. Ha ott van, de nem tud megújulni, mert folyamatosan le is kötődik közben, akkor nem elég. És hiába vannak ott a mikróbák, segítenek, garantálom, biztos vagyok benne, hogy jobb. Csak elége az az intenzitás ahhoz, hogy te intenzíven termelj rajta. Na hát bevallom, hogy amikor az interjút készítettem, azért volt egy pont, amit csak visszahallgatás után értettem meg igazán, de hát nyilván ez az én nagyon hiányos gyakorlati tápanyagos ismereteimnek köszönhető. Hát ugye termelőként azért nap mint nap foglalkoznak a hallgatók a témával, úgyhogy ők nem ennyire laikusak, mint én, de a végén én is megértettem. Dani, neked akkor mik a tapasztalataid tápanyag utánpótlás területén? Mi az, amit kijuttatsz? Mi alapján döntöd el, hogy mit juttatsz ki? Milyen dózisban, hogyan, és a többi, és a többi? A talajvizsgálat alapján állítjuk össze a kijuttatási tervünket. Nálunk a foszfor az egy olyan elem, amit minden évben túlsúlyosan kell kiadni. Sajnos a talajink abban hiányosak, a kálium az megfelelő ellátottságú, de viszont sokszor lekötött formában fordul elő. Ezért ezekre figyelünk, a nitrogént azt legtöbbször állományban adjuk ki, kukorica alá és napraforgó alá is folyékony formában, injektálva vagy sorközműveléssel együtt. Nem használunk sok műtrágyát, sőt kifejezetten azt mondom, hogy a helyi viszonyokhoz képest mi kevesebbet használunk, mint a körülöttünk gazdálkodók, az eredményeink pedig nem rosszabbak. 150 kg nagyjából sor mellé NPK, ezt szoktuk esetleg variálni, lemegyünk egy picit alacsonyabbra, 120-tól 180 kg-ig, de igazából ez minden éven. Úgy gondolom, hogy elegendő, és nem ez a limitáló tényező, mint ahogy a tavalyi évben sem. Én úgy gondolom, azt MSZ azért elég jól ledefinálta, hogy mikor mennyi műtrágyára van szükség, nyilván talajvizsgálat kell hozzá, illetve nyilván a megcélzott termés mennyiség az, ami nagyon fontos, az, hogy tényleg milyen termést szeretnénk elérni, és ennek függvényébe kell eldönteni, hogy tényleg mennyi. Tehát egy extenzívebb termelés felé fordulunk, és próbáljuk a költségeket ugye minimalizálni, vagy szeretnénk a maximálisat kihozni, ugye a sávművelésnél erre is van gyakorlatilag lehetőség, és akár, mint mondtam, ugye a gépesítés oldaláról is, bár egy kicsit költségesebb, tehát egy ilyen műtrágya szóróval felszerelt sávművelő nem olcsó, és a legkisebb gépünk, ami elérhető ebbe a kategóriába is 8-soros, tehát nem mindenkinek elérhető, ezzel tisztában vagyunk, viszont te, aki ebbe belevág, én úgy gondolom, hogy hosszú távon nagyon sok költséget tud megtakarítani, és ahogy Emese is mondta, a szakirodalom is, illetve a kísérleteink is azt bizonyítják, hogy ugye a műtrágya dózisnak a mennyiségét, hogyha összehasonlítjuk a teljes felületű és bekeveréssel
lejuttatott műtrágyával, akkor gyakorlatilag egy 30%-kal lehet csökkenteni akár. Dani, hogyha itt már Tamás felvetette azt, hogy ugye milyen hozamok mellé mit lehet társítani, akkor nálatok mi a cél, mik a hozamok? Meg hát nyilván itt most hozamról beszélünk, de nyilván a jövedelmezőség a kulcskérdés. Területi adottságaink némiképpen behatárolják a elérhető termést. Azt tapasztaltuk, hogy nekünk nem az elérhető legmagasabb hozamot kell beszélozni, hanem amit átlagban el tudunk érni. Nem fogjuk túltrágyázni, úgymond, ez is egy bevett szokás sok helyen. Mi ezt nem szeretnénk követni. Számszerűsítsem a termés átlagokat. Én megköszönném azért, hogyha egy pár számot, mert tudom, hogy a hallgatók biztos, hogy kíváncsiak rá. Igen. Azért nálunk olyan 15-16 aranykorona az átlag, és a pH-nk az ilyen 4-2-4-5 körül van, és ezek a savanyú anyagtalajok rendelkezünk. Ezt tudom mondani, a napraforgót azt 3-3 és fél tonnára szoktuk tervezni. Kukorica az nálunk 7-8 tonna, az már egy nagyon jó eredmény. Búzából a 7 tonnája nagyon meg kell izzadni, úgyhogy maradunk a 6 tonnáért. Egyszerűen nem éri meg, főleg a mai input árak mellett. Repcéből is én nagyon megelégszek, a sávosba tudnék termelni egy 3,5 tonnát, arra azt mondom, hogy nekem az tökéletes. És akkor itt aláhúzzuk ugye a jövedelmezőséget, tehát hogy ezeknél a számoknál jövedelmező a termelésed. Én azt gondolom, hogy igen. Ha még ezeken a megemelkedett input árakon is, ha azt nézzük, nyilván nem ez az év lesz az, amikor tudunk keresni a gazdálkodáson, de hogyha 5 éves átlagot nézünk, sosem akartam ez az igazi rekordot elérni, hanem mindig az volt, hogy mennyi marad a végén. És ezzel a technológiával én tisztában vagyok vele, hogy ha ezt a sávosat vagy a minimum művelést választjuk, akkor a nagyon nagy terméseket, azokat el lehet felejteni, tehát levágjuk, de viszont egy rosszabb évben, egy szárazabb évben, vagy nem annyira kedvező évjáratban, viszont a nagyon rossz átlagok is képesek növekedni. Tehát az átlagtól való eltérésünk kevesebb lehet. És ennek ez az ára, hogy igazán kiugró terméseik nincsenek, és mi nem is szeretnénk ezt elérni. Szerves és híktrágyával volt bármilyen tapasztalatotok eddig? Nem volt. Akkor Tamáshoz fordulok, mert hogy mi az, amit te ezzel kapcsolatban látsz, ez nagyon fontos, főleg itt már egyszer ugye állattartókat emlegettünk a másodvetés kapcsán. Nyilván ott termelődik komoly mennyiségű szerves, akár híktrágya, amit a no-tillben ugye nagyon nehéz kezelni. Most ugye említettem már a Mihajlo Dragancsuk interjúmat, ő azt mondta, hogy no-tillben ezt ők kiszokták szórni, nyilván van veszteség, de hogy alapvetően működik. De a sávosnál gondolom, hogy azzal, hogy a sávot megműveljük, azért fel lehet használni, mint a szerves, mint a híktrágyát. Nyilván bizonyos szinten van megoldás, tehát hogyha normál almos trágyáról beszélünk, akkor sávosan nem tudjuk kijuttatni ezt se. Tehát itt olyan lehetőség van, hogy teljes felületen kiszórjuk, és utána megsávozzuk. Nyilván a sávművelőt nem nagyon érdekli, hogy ott a szerves trágya, tehát azért nem tud olyan mennyiségű szerves trágya kimenni, hogy a sávművelőnek problémát okozna. Tehát akkor ugye nyilván ott a sor közben, sávközben lesz, ott amennyit meg bekever nyilván a sávművelő, az ott lesz. Aztán vannak ugye pelletát, granulát szerves trágyák, ezek a pneumatikus rendszerű szilárd műtrágya kijuttató berendezésekkel egyébként a sávba kijuttathatók. Nyilván itt is kérdés a dózis, hiszen ezek is viszonylag alacsony hatóanyagtartalmú trágyák szoktak lenni, tehát itt viszonylag nagyobb dózissal, tehát 500 kg plusz szokott lenni általában. A harmadik ugye a híktrágya. Híktrágyára van lehetőség, van egy cég Hollandiában, aki ezekre az Ortmann gépekre híktrágya injektáló adaptert rak, tehát ez egy elosztó toronyból, illetve a kések mögé lehelyezett speciális rozsdamentes késekből áll, és ezt akár fölcsatolva egy önjáró híktrágya kijuttatóra, vagy akár egy tartálykocsira, ugye ezeken a tartálykocsikon általában van hátul 3 pont függesztő berendezés, föl lehet ezeket az Ortmann sávművelőket csatolni, és akkor a sávművelés a híktrágya kijuttatással egy menetben megtörténhet. Mint mondom, itt elsősorban ugye azoknál a gazdaságoknál van erre lehetőség, hiszen a
ugye törvény szabályozza azt, hogy ugye a hígtrágya kijuttatás után ugye közvetlenül el kell vetni valamilyen növénye, tehát ez a takarmány rozs, illetve siló kukorica vetés váltásba szerintem egy nagyon jó alkalmazható technológia lehet, illetve mondjuk meghúzzuk a sávokat, és utána mondjuk elvetjük valamilyen takaró növénnyel az adott területet, akkor talán még szabályos is. Ha tápanyag utánpótlás, akkor kimaradt még ugye a fejtrágyázás. Kukoricai napraforró és a cirok esetében is alkalmazzuk tavasszal. A vetés után sorközműveléssel egy menetben, vagy pedig külön csak injektálva, sor mellé nitrogéntartalmú folyékony műtrágyát használunk. A dózis az nyilván változó, de azt tudom elmondani, hogy 100 és 300 liter közötti nitroszol mennyiséget juttatunk ki egy menetben. Nyilván kultúrától, talajviszonyoktól függően. Amit már a vetésnél említettem, ugye mivel viszonylag nagy mennyiségű nitrogént kell kijuttatni, és ugye például nem juttatunk ki vetés előtt sem ennyit, tehát teljes felületre nem történik nitrogén kijuttatás, ezért érdemes mérlegelni, hogy mi az a mennyiség, amit kirakunk vetéskor, illetve mi az a mennyiség, amit kirakunk fejtrágyázáskor, illetve az, hogy egy menetbe szeretnénk fejtrágyázni, vagy mondjuk akár két menetbe szeretnénk fejtrágyázni. Nyilván két menetbe ideálisabb, abból a szempontból, hogy jobban igazodunk a növénynek a fejlődéséhez, tehát folyamatosan etetjük a kukoricát. Nyilván ennek vannak üzemszervezési kérdései is, meg ugye ilyenkor kétszer megyünk bele az állományba, itt azért jelentős taposási kár is lehet, akár a forgókba, illetve magában az egyes táblarészekbe is, tehát akár önjáróval, akár egy injektálóval, vagy akár sorközművelővel juttatjuk ki ezeket az anyagokat, azért számolni kell a taposási kárral is. Én amit szoktam mondani, szerintem a legideálisabb, és hogyha biztosra akarunk menni, az az, hogyha a nitrogén egy részét megpróbáljuk vetéskor kirakni. Itt érdemes egyébként startertrágyát is kijuttatni, tehát a kite ajánlása is a kisdózisú starter közvetlenül a mag mellé, ami elősegíti a gyors kelést, tehát az egyöntetű kelést, és emellé ugye a vetőgépeket ugye föl lehet szerelni injektáló tárcsákat, tehát egy külön műtrágya csoroszja helyezi le az akár folyékony, akár szilárd nitrogén műtrágyát. Most dózist nem akarok mondani, egy része legyen mindenképpen kint. Annak érdekében is, hogyha valamilyen oknál fogva például bejön egy hetes eső, vagy két hetes eső, meglódul a kukorica, és mondjuk nem tudunk belemenni az állományba, legyen valamennyi nitrogén ott, hogy a kukorica ne kezdjen el éhezni. Sajnos kísérletben mi is jártunk úgy, hogy például vetéskor nem raktunk ki nitrogén műtrágyát, és tényleg bejött egy két hetes esőkelés után, és egyszer nem tudtunk bemenni az állományba, olyan szinten, hogy kinőtt alólunk a kukorica, és szemmel láthatólag a másik parcell, ami például kapott nitrogént, az szemmel láthatóan nagyobb volt, tehát látszott a nitrogén hiánya a kukoricán, tehát erre mindenképpen érdemes figyelni. Az más kérdés, hogyha az embernek van egy önjáró permetezője, például a Hagi önjáró permetezőinket ugye föl lehet szerelni injektáló berendezésekkel, akkor ezzel nagyon-nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan, akár nagyon magas 10 levél fölötti állományba is akár ki lehet juttatni a nitrogén trágyát. Ugye a másik lehetőség az a normál függesztett injektáló, ilyenkor fronttartályt szoktunk ajánlani, vagy akár erre az injektálóra felszerelt külön tartályt, ezek ugye ilyen 1200 literes tartályok, ebből tud kimenni ugye a folyékony nitrogén trágya a sor mellé, illetve én a sorközművelést akkor szoktam ajánlani, hiszen a technológia alapvetően úgy épül fel, hogy ugye van egy alapművelés, van egy vetés, illetve van egy fejtrágyázás. Én a sorközművelést csak akkor szoktam ajánlani, hogyha azt indokolja például növényvédelem. Tehát itt alapvetően arra kellene törekedni, hogy a mulcsot fenntartsuk, hasonlóan a no-tillhez fedje a talajt, minél több nedvességet őrizzünk meg, illetve mondjuk, hogyha kukorica után sávoztunk, a sorokat minél tovább fenntartani, maradjon ott a kukoricának a gyökérzete, vezesse le a vizet, építse a talajt, tehát ne bolygassuk fölöslegesen a sor közt, ezért az injektálás az jobban ajánlott. Viszont, hogyha valami növényvédelmi problémánk van, valamelyik gyommal nem bírunk, a sorközművelés, mint lehetőség nyilván legyen ott. Erre ugye az Ortmann kultivátor kiválóan alkalmas, hiszen akár műveletlen területen nagy mulcsfedettség mellett is képes ugye egy menetben ugye a sor közt megművelni, illetve a tápanyagot is kijuttatni.
Itt már akkor a növényvédelem felvetődött. Válasszuk ketté, ugye vegyük ki most először a gyomírtást belőle, mert ugye, hogy a regeneratív módszerek többségénél ugye ez az egyik legsarkallatosabb pont, meg a legnagyobb kihívás, én azt gondolom. Nézzük egy picit a többi betegséget, kártevőt, kórokozót. Dani, te, hogyha most a gyomot tényleg kivesszük a növényvédelmi oldalról, mik voltak a tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Nekem nem volt olyan növényvédelmi problémám, amelyre azt mondta volna, hogy ez valószínű a sávműveléstől, több emberrel beszélgettem, és nem hozódott fel ilyen téma. Nyilván itt is oda kell figyelni a dolgokra, fönnmaradnak a számaradványok, de ez nem különleges dolog, ez a egyéb lazításos, forgatás nélkül ugyanígy megtörténik. Voltak egyébként talajlakó problémáim, de ez ugyanúgy a takarónövényben, a forgatás nélküliben is elő szokott jönni. Igazából máshol nem is tudok. Tehát a gombabetegséghez, mert semmi különbség nincs. Voltak, ha most megint szeretnék kiemelni egy dolgot, tavaly évből makrofomina fertőzés táblaszinten jött, és nagyon súlyos károkat okozott. Ez se lehet ennek a számlájára írni. Ami mindig szóba kerül az ilyen beszélgetéseknél, a vetésváltás. Nem vetésforgó, hanem igazából meg kellene itt tervezni egymás követő növényeket, hogy figyelembe vegyük elsősorban a kórokozókat, kártevőket, a talajt is, meg a tápanyagellátást, de a növényvédelmet nagyon le lehet egyszerűsíteni, és biztosabban lehet tenni termelés, hogy az ember olyan forgót állít össze, amiben minimalizálja betegségeket és a kártevőket. Barkókártevő szokott előfordulni, kuricában napra forgó után, vagy fordítva, de ezt se tudom azt mondani erre, hogy ez csak ebben a technológiában jön elő. És akkor mi a helyzet a gyomírtással? Mert hogy az viszont azt gondolom, hogy nem ennyire egyszerű kérdés. Igazából nekem ezzel sincs különösebb teendőm. Jelentősen leegyszerűsödött a nyomás nálam. Tavaly évben olyan dolgokkal szembesültem, ami előzőleg nem is évről évre tudnak változni ebben a technológiában. Például tavaly évben csak egy szikű gyom jött elő napraforgóban. Még ilyet nem láttam terítve. Kakaslábfű, muharfajok. Kétszikűvel egyszerűen nem volt problémám. Nem kellett gyomírtanom. Az alapkezelés, hogyha hatott volna tavaly, akkor majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy vetéskor megoldotta volna ez a sávkezelés a gyom problémát. Nyilván utána kezelni kellett volna, de akkor nem lett volna ilyen probléma, hogy amit hirtelen kell kezelni, nem kellett volna nagyon belenyúlni a rendszerbe, és nagyon gondolkodni, hogy ezt akkor most hogy oldjuk meg. Akkor tehát gyakorlatilag ugye a no-tillnál szokták elmondani a no-till termelők, hogy ahogy megyünk bele az évekbe, úgy azért egyre kevesebb problémát okoz a gyomnyomás, akkor ez a sávosnál is lehet így? Igen, ebben szerintem azonos lehet a két technológia. Ami talán különbség az, hogy itt ugye a sor bolygatva van, a sor köz nincs. Ugye az egyik jobban melegszik, a másik nem, valószínű, ott van eltérés a gyomosodásba is, illetve ami itt plusz lehetőség az, hogy lehetőségünk van ugye preemergens szer kijuttatására a sorba. Tehát itt külön tudjuk választani akár a sorgyomírtást, a sorközgyomírtástól, tehát amit Dani is mondott, ugye lehetőség van a vetéssel egy menetben, mondjuk egy preemergens gyomírtószer kijuttatására, vagy hogyha olyan speciális permetezőnk van, ugye nálunk a John Deere önjáróknál, a Hagi önjáróknál, most már lehetőség van arra, hogy 38-as fuvókaosztással kérjük a gépet, és minden második fuvóka akár ki is kapcsolható, tehát akár egy önjáró permetezővel is meg lehet oldani a sor, illetve külön a sorköznek a gyomírtását. Ami közös szerintem minden tavaszi sávozott földbe, tehát úgy gondolom, tehát tavaszi kezelésben mondjuk így, tehát ősszel sávozott, hogy egy teljes felületű totális gyomírtásra általában szükség szokott lenni, vagy a vetés előtt, vagy közvetlenül ugye a vetés után, attól függ, hogy a gyomviszonyok mit mutatnak. Talán ami gépészetileg kiemelendő az, hogy nagyon-nagyon figyelni kell arra, tehát mi is kísérletbe jártuk úgy, hogy önjáró permetező végezte a totális gyomírtást is, ugye ezek a sávok elég puhák, és belecsúszott a permetező a sávba, és gyönyörűen végigtaposta a sávot, nyilván itt utána azért nehézkesebb volt a sávoknak az elvetése, és nyilván a növényünk se úgy fejlődött, ahogy kellett volna, tehát ez mint képészeti dolog, erre nagyon-nagyon figyelni kell, hogy a permetező semmiképpen ne csúszson ki a sávból. És amit talán ugye az alapművelésnél, illetve a vetésnél is elfelejtettem elmondani, az, hogy itt
az erőgépeknél a sorközjáró kerekezésnek a megléte az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát akár az alapművelésnél, hogyha egy kicsit nedvesebb talajba megyünk, egyből látszik, hogyha egy normál kerekezéssel szerelt erőgépnél, ugye a kerék után futó soroknak ugye nem teljesen ugyanaz a az a munka minősége, mint ahol nincsen mondjuk taposási kár. A vetésnél én abszolút ajánlani tudom azt, hogy ne tapossuk a sávokat, tehát ott mindenképpen sorközjáró szimpla, vagy hogyha nagyobb traktorról van szó, akár dupla kerekezés, és nyilván ugye a növényápolási feladatoknál is a dupla kerekezés, vagy a sorközjáró kerekezés az egy szükséges dolog. Hogyha sor permetezés, akkor Dani, ezt alkalmazod, vagy alkalmaztad, ugye? Mik a tapasztalatok? Igen, nekünk jól építve egy frontális rendszer, amely vetéssel egy menetben felülkezeli a sávot. Tehát, hogyha az ember megoldja a vetés körüli logisztikai problémákat, amelyek ezzel a művelettel járnak, onnantól kezdve csak előnyei vannak ennek a technológiának. Precízen ezek a fúvókák a talajtól körülbelül 10, maximum 15 cm-re mennek, és lekövetik a sort. Sokkal kisebb az elsodródásnak az esélye. Sokszor tapasztalom, hogy amikor elmegy a vetőgép a sávon, nedves a teteje. Mert ugye valamilyen minimális talajművelési munkát végez a vetőgép, ha már csak azzal is, hogy megnyomja a talajt, és picit a száraz talajt eltávolítja a felületről, már akkor képes a preemergens gyomító, hogy nagyon picit, ha olyan, akkor beoldódni. És már az segít a kezdetekben a nyomás megelőzésében. Nyilván bemosó csapadék szükséges. A input felhasználásról azt tudom elmondani, hogy 40%-a a teljes felülethez képest. Innentől kezdve a megterülést is lehet számolni. Ez a tartály, amikor mi megvettük 2016-ban, az első éven szinte behozta az árát, hogyha 200 hektáron megnézzük, hogy mennyit lehet megtakarítani vele, akkor ez a világ egyik legjobb befektetése, mert majdnem 100%-os hasznot képes. Már csak azzal, amennyit megtakarítottunk. És hogyha ezt még hozzátesszük, hogy ha nem érünk oda időben alapkezelni, akkor az még nagyobb problémákat okozhat később. Tehát ezzel megvan az a biztonságunk, vetéssel egy menetben. Ilyen dologra is volt példa, hogy elkezdett esni vetés közben. Onnantól kezdve én nyugodt voltam, mert amit megcsináltunk, abban már biztos voltam, hogy fog bűködni a szer. Innentől kezdve minden éven készültünk erre, és alkalmazzuk is ezt a technológiát. Napraforróban ez szinte már elhagyhatatlan, amíg engedélyezve lesznek azok a szerek, amelyek hatásosak a gyomok ellen. Következő témánk takarónövény, már volt némi szó róla. Cvikli Balázs Csákváron mindkét technológiát alkalmazza. Ráadásul, ha jól tudom, Tamás, talán a te javaslatodra próbálta nem csak egymás mellett, hanem ténylegesen együtt alkalmazni a sávos művelést a takarónövényekkel. Hallgassuk meg a családi gazdálkodót, aztán jöjjön a takarónövényes technológia sávművelésének kivitelezése. 220 hektáron gazdálkodunk, és 400 hektáron szolgáltatunk, és tényleg családtagokkal, illetve van egy alkalmazottunk. A talajaink jellemzően homokos vályok talajok, ami a fő profilunk kukorica, búza, repce, napraforgó, árpa. Állattenyésztés egyelőre még nincsen, de terve van az is. És hát elindultunk egy 5-6 éve a regeneratív mezőgazdaság felé, amit ha szép lassan lépkedünk előre, nézzük a szakmai anyagokat, Daninak a videóit, meg a podcastjeit, és hát ebből mindenből tanulunk, és próbáljuk beépíteni a gazdaságunkba. Hát ugye mi arra kerestünk eszközt, hogy a szántást elhagytuk már, hát nem tudom, fokozatosan, úgy mondanám, hogy ilyen 11-től, de azelőtt is úgy szántottunk, hogy csak a kukorica szárat szántottuk le, semmi mást, a többit az nem volt gond, tehát Gruber, lazító, bármi megoldja. És akkor hát a kukorica szára kerestünk megoldást, ami ugye Gruber is számunkra túl sokat felhagyott, nem lehetett normális magágyat készíteni tavasszal, a lazító szintén. Hát ez az egyenes késes lazítónk volt akkor, ami ugye elég jó talajkímélő a vésőkéshez képest, és arra kerestünk megoldást, hogy legyen az, hogy kukorica szárat fent hagyni, de mégis el tudjuk normálisan vetni, és akkor így találtuk ki ezt a sávművelést, tehát hál' Istennek akkor még hozzá tudtunk jutni jó áron, ugye ma már ez azért nehezebb, és hát így kezdtük el, rájöttünk, hogy igazából a kukoricaszárat nem kell eltüntetni, hanem az nagyon hasznos tud lenni, ott kell hagyni a sor közbe, sorközművelés meg így szükségtelenné válik.
most negyedik éve sávművelünk. Hát az első évi tapasztalatunk az az volt, 19 őszén volt ez, ha jól emlékszek, hogy 200 mm eső volt ősszel, úgyhogy akkor vettük a gépet, nem tudtuk használni, úgyhogy elhagytuk tavaszra a sávművelést, hát az egy az egybe az öngól lett, mert március közepén megcsináltuk a sávokat, hogy üllepedjen még egy hónapot vetésig, de onnantól kezdve nem volt egyáltalán eső, úgyhogy a víz az eltűnt belőle, akkor ott kínlódtunk, lehúztuk kompaktorra, szóval megfizettük ott a tanuló pénzeket az elején. Aztán lett egy nagyon lassan beinduló kukoricánk, de végül is aztán az lett a vége, hogy mindenkinél jobb lett ott a környékben a termésünk, amiatt, hogy ez a későn induló kukorica így került el pont az aszályos periódusokat. Tehát akinek normálisan szépen fejlődött, az belevirágzott az aszályba, a miénk meg nem, úgyhogy a végén pozitív tapasztalat lett. Hát költség oldalán hát nem lehet összehasonlítani egy normál konvencionális műveléssel. Tehát itt minden gázolajfogyasztásba, a műtrágya felhasználásba, ugye a terület 46%-át művelem ebben, lényegesen kevesebb költséggel jár. Hát egy Ortmann sávművelőnk van, egy 6-soros, 300 lóerős traktorral húzzuk, de egyáltalán nem ez a gépigénye neki, inkább a 200. Annyi, hogy a 8-soros áttálás, ugye ott nagyon sok mindenbe, tehát akkor kombányra új adapter kell, akkor a vetőgép 8-soros kell, tehát az nagyon sok millióba kerülne, és ez a hektár ez nem indokolja nekünk, hogy átálljunk a 8-sorra, tehát konkrétan most egy vetési szezon, akkor meg lenne 5 nap, tehát nincs egyszerűen értelme. Hát az Ortmann sárművelünk az egy vontatott 5000 literes műtrágya tartállyal, és ezzel ugye ősszel betesszük az MPK műtrágyát. Talajmintánk van mindenről, precíziósan csináljuk a talajmintavételt is, tehát 3 hektáronként differenciáltan, zonálisan, és hát így leosztva azért fele a műtrágya felhasználásunk, mint amikor a telibe szórtuk. Van egy ilyen szlogenünk, hogy mi ezt terjesszük, hogy a sávművelő a miekénk, ugyanis hát igazából a növény alatt ott pontosan ugyanazt csinálja, 28 centi mélyen járunk vele, mélyebben teljesen indokolatlan, ezt tapasztaltuk a 4 év alatt, 25 körül az nekünk sekély, tehát ahhoz még kell egy jó pár takaró növényes év, hogy elteljen, mert mi ugye azt is csináljuk közben, hogy a gyökerek tényleg úgy átlazítsák a talajt, meg olyan talajszerkezet alakuljon ki, ahogy az amerikai javasolja, ők 9 szól mélyen húzzák ezt a sávművelőgépet, azt még nem válik meg nálunk, tehát próbáltuk. Azért mondjuk a mi ekénknek, mert pontosan azt csinálja, de csak ott, ahova vetünk, illetve hát nem forgat, tehát a szerves szén nem megy el, gyomosodás, nem hozunk fel új gyommagokat, tehát ilyen gondok nincsenek. Munkaszervezésben nagyon-nagyon egyszerű. Tehát ez az 5000 literes tartályba belefér nekem 30 hektárnyi műtrágya, azt reggel megrakjuk az udvaron, úgyhogy azzal én egész nap el vagyok, tehát semmi, se ember, nem kell hozzá semki más. Jövőben egyébként tervezzük, hogy minden után takarónévényezni fogunk, mindig legyen élő gyökér a talajba, és így én azt gondolom, hogy a foszfor-kálium műtrágyát el is lehet hagyni, akkor lecserélem egy függesztetre ezt a sávművelőgépet. Takarónövénnyel még össze kell párosítanunk, ugye az nagyon egyszerű, mikor egy kalászos után van egy takarónövény, és azt megsávozom. Azt tudni kell erről a gépről, hogy teljesen mindegy neki, hogy mi van előtte. Ez a sávot mindenhogyan megcsinálja, tehát lehet az akár méteres mustár, lehet egy 20 centis repceárva kelés, teljesen mindegy neki. Ami ő előtte van, az félrekotorja, a sávot tökéletesen elkészíti. Itt ami nehézséget ad, hogy azt, hogy hozzuk össze, ez az idei év kihívása lesz, és ezt még kell egy pár szakmai anyagot magunkhoz venni, hogy amikor a kukorica sor közt sávművelem, hogy ott azt, hogy oldom meg a takaró növényt, mert hogy el is kéne vetni, meg is kéne sávozni, szóval ez még egy kihívás a jövőben. Itt egy újabb kedvelt idézetet húznék alá Balázsnál, ugye ez a sávművelő a miekénk, amivel ugye az agrofúrmos videóm is nagyot futott ezzel a címmel, de akkor takaró növények. Szrenka Szabolcs is érdeklődött ezzel kapcsolatban hallgatói kérdéssel. Ugye itt különösen ő mondjuk a gyomírtószer nélküli megvalósíthatóságról tett fel kérdést, de akkor Tamás, mik a tapasztalatok a sávművelés és a takaró növényes technológia közös alkalmazásából? A kitében, ha jól tudom, tehát a takaró növényekkel még nagyon kevés a tapasztalat. Nyilván itt zsomborék már szerintem többet tapasztaltak. Amit én Balázsnak tanácsoltam, ugye Balázs eddig úgy alkalmazta a sávművelés plusz takaró növény
kombinációt, hogy ugye a takaró növényeket mindig determinálta, tehát egy rövid tárcsával ugye ledolgozta, és ezután sávozta meg a területet. Én azt javasoltam neki, hogy hagyja el ezt a tárcsázás, és közvetlenül a takarónövénybe húzza bele, hiszen ezeknek a takarónövényeknek is az lenne a lényege, hogy a gyökér minél tovább bennmaradjon, a fedettség meglegyen, tehát minél nagyobb mulcsfedettség legyen, és ez ősszel szerintem ez egy nagyon jó kombináció a két technológiának, ugye tavasszal pedig ugye lehetővé teszi az egyszerű vetést. Ugye nyilván itt is tavasszal kell egy determinálás, ez elsősorban ugye glifozát segítségével, ami biztosítja azt, hogy ugye mind a gyökérzet, mind ugye a szármaradvány fedettség meg fog maradni, ugyanakkor tiszta sorokat kapunk, ami nem nehezíti ugye ilyen takaró növényes körülmények közt a vetést, hiszen azért takaró növényben nem a legegyszerűbb gyakorlatilag kivitelezni ezeket a vetéseket. Mi demóba egyébként idén Észak-Dunántúlon, Gyóróba csináltunk, ott is egy jó, hát majdnem egy méter magas takaró növénybe közvetlenül húztuk meg az Ortmann sávművelőt, tavasszal megyünk oda visszavetni, illetve hát a partner fogja elvetni, nyilván a mi segítségünkkel, hát kíváncsian várjuk az eredményeket majd utána. Na, hát erre majd térünk. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kombináció, tehát nagyon jó kiegészíti egymást a két technológia. Akkor amit ugye Szerenka Szabolcs felvetett, hogy gyomírtószer nélkül ez a technológia, mert ugye itt is a glifozátot, azt kiemelted. Nyilván meg lehet oldani, de akkor már szerintem nem sávos művelésnek lehet nevezni. Tehát, hogyha a sávos művelésbe bevonjuk akár a tarlóhántást, akár a tarló ápolást, ugye mechanikai módon, akkor szerintem a sávos művelésnek az egyik lényege az elvész, tehát az, hogy takarva marad a sor köz. Azonnantól kezdve szerintem egy pozícionált alapművelés, tehát ez egy teljes felületű alapművelés lesz, pozícionált akár tápanyagkijuttatás, vagy pozícionált mélyműveléssel kombinálva. Mechanikailag nyilván egy Ortmann kultivátorral megoldható akár takarónövény után is ugye a mechanikai gyomírtás, de az se tud mindig ugye 100%-os lenni. És ugye nem beszélve a nedvességvesztésről, ezért én elsősorban ugye inkább a gyomírtást preferálom. Akkor, hogyha már takarónövény, akkor idehozom ezt a biostriptil kérdéskört. Ugye a nem hivatalosan vett bio, ez Kardos Ferenc takarónövényes zöldrágyás technológiája, amire Berend Ferenc ugye már utalt. Hát szerintem ez egy kifejezetten érdekes megoldás, és nála működik. Az egész családunk mezőgazdasággal foglalkozik, Hajdúböszörmény központtal, és egyébként pedig Hajdúböszörmény, Görbeház, a Polgár, Újszentmargita területeken. Viszonylag egy nagyobb terület, van öntözött gazdálkodásunk is, van száraz gazdálkodásunk, teljesen forgatás nélküli gazdálkodás van 16 éve, tehát 2007 óta nem szántunk. 2004 óta kezdünk ezzel kísérletezni, tehát a legrégebbi tábláink azok lassan 20 évesek lesznek. Precíziós gazdálkodást végzünk. Hagyományos növények mellett kertészeti növények is vannak, tehát zöld, borsó, csemeke, kukorica. Ez egy olyan fogalom, amit valószínűleg én használhattam először néhány éve. Volt egy olyan zöld trágya keverékünk, meg egy olyan gondolatom, amiről tettem fel képeket egy mezőgazdasági fórumra, és akkor ott kezdtünk ezzel bohózkodni, hogy hát ez gyakorlatilag ez olyan, mint a biostriptil, hogy a striptil munkáját növényekkel helyettesítjük. Hivatalosan én nem tudok róla, hogy létezik ilyen fogalom. Amit mi csinálunk, az zöld trágya keverék, amit két ütembe vetünk el. Van egy alapkeverék, ami a teljes felületre megy, vagy szórva talajműveléssel a henger elé, vagy pedig vetőgéppel, hogyha a vetőgéppel vetjük, és utána pedig a szemenként vetőgéppel vetünk drágább, kúrensebb zöld trágyamagokat, úgy, hogy következő évi kukoricasor helyére. Tehát értem ez alatt azt, hogy oda kerül tilicsradis, oda kerül általában valamilyen hereféle, amit a szemenként vetőgéppel vetünk el, úgy, hogy repcére van felszerelve, és akkor a vető magadagoló részbe megy a tilicsradis, és a mikrogranulátum részbe pedig egyéb keverék vagy heremag. És akkor így gyakorlatilag ezeknek a növényeknek a tápanyag összegyűjtő, tehát ezt a catch crop szerepét
meg a talajlazító hatását, meg a nitrogén megkötő hatását a herjék esetében, azt koncentráltan a következő évi kukoricasor helyére tesszük. Nem mondom azt, hogy ez az egész gazdálkodásunk alapja, inkább ezt úgy fogalmaznék, hogy ezt néhány éve kipróbáltuk, és akkor tetszett, és azokban az években, amikor minden lehetőség adott, akkor csinálunk néhány ilyen táblát. Azt mindig az adott körülmény dönti el, hogy mennyi lehetőség van szakszerű és hasznos zöld trágyázásra. Például most az 2022-es év itt nálunk rettentően aszályos volt, és alapból nagyon-nagyon vízhiányosak voltak a talajok, és így gyakorlatilag mi nagyon kevés zöld trágyázott területet vetettünk, és azt is úgy, hogy amikor az augusztus végén, szeptember elején jöttek az esők, akkor néhány tábla, ami akkor alkalmas volt, akkor megfogtuk a Horsprint elvetőgépet, összeszedtük, ami magot találtunk, gyorsan csináltunk belőle egy keveréket, és amit az eső előtt két nap alatt el lehetett vetni, annyit vetettünk el. Az ilyen években nincs arra idő, hogy az ember ilyenekkel szöcskézzem. Ha hamar vetném, akkor nem kell ki, ha megjön az eső, akkor már késő. Amikor viszont normális év van, és jó körülmények vannak, akkor ezt szépen meg lehet csinálni. És akkor azok a táblák, amihez megfelelő GPS vezérlőnyomok vannak eltárolva, amik már nem kapnak további talajművelést, mert az nyilván az elhúzgálná onnan, azokon lehet ilyet csinálni. Ez jól működik. Úgy alapból a tilicsrel is az egy rettentő jó növény, hogyha a ilyen augusztus végétől szeptember közepéig végéig el lehet vetni, akkor nagyon, nagyon szépen nagyra fejlődik. Az a baj, hogy egyébként ez nem egy olcsó mag. A szemenként vetésnek pont az az előnye, hogy így le lehet csökkenteni a tőszámot, ezzel le lehet csökkenteni a vetőmagköltséget, de ott, ahol szükség van rá, tehát a majdani növények helyén, ott viszont ott van. Inkább úgy fogalmazok, ha az ember ilyet szeretne, akkor ez egy jobb megoldás, mint teljes felületre vetni. Tamás, te mit gondolsz erről a megoldásról? Hát, szerintem egy jó dolog tud lenni, itt amire figyelni kell, azért a tilics redis mögött ugye kicsit ilyen lazább tud maradni a talaj szerkezet. Itt megfontolandó, hogy akár egy ilyen strip fresherrel rámenni a területre, és egy nagyon vékony 5 cm-es magágykészítést itt a tilics redis fölött végezni és úgy elvetni, de nyilván itt lehetőség van arra is, hogy eltolni egy picit a tilicsredisnek a sávjától is egy hullámos tárcsával, vagy akár sortisztítóval felszerelt vetőgéppel, ugye el tudjuk vetni tavasszal ezeket a sávokat. RTK nélkül nem nagyon képzelhető el ez a technológia hatékonyan. Picit oda passzolom most a labdát, hogy van-e olyan gondolat, amit szeretnél még elmondani? Az a kérdés, hogy csináljuk az alapművelést. Például, hogyha egy kukorica után próbálunk sávozni, mi elsősorban úgy csináltuk, hogy ugye eltoltuk 38 centivel a nyomvonalat, és akkor a kukorica sor közé kerültek be az új sávok. Azonban ugye vannak olyan technológiák, mint a Control Traffic Farming, ami gyakorlatilag rögzíti a nyomvonalat azért, hogy a taposás és a nem taposott tábla részek teljesen elkülönüljenek. Itt ez esetben én láttam olyan videókat, hogy az előző évi kukorica sorra húzták rá a gyakorlatilag a sávművelőt. Itt én arra hívnám fel a figyelmet, hogyha erősebb állományunk van, tényleg egy 10 tonna feletti kukorica, annak azért elég erős szára tud lenni, és azért el tudja oldalra mozgatni elég jelentősen a sávművelőt. Nem biztos, hogy ez a megfelelő módszer, illetve az USA-ba csinálják úgy, hogy srégen húzzák meg a sávos művelőt, tehát a sorirányjal, nem tudom, ilyen 15 fokos szöggel bezárólag. Én úgy gondolom, Magyarországon mi elsősorban ezt a sor közé való eltolást, tehát ide-oda játszottunk a sorokkal, tehát mindig 38 centivel jobbra-balra gyakorlatilag eltologattuk a sorokat, viszonylag jó eredményeket tudtunk ezzel elérni. Aminek ez talán a hátránya, hogy ugye az előző évhez képest mindig ugye keréknyomba kerül az új sáv, de nyilván ezt egy sávos alapművelő valamilyen szinten le tudja kezelni, nem láttuk ennek igazából annyira a hátrányát. Hogy a precízióshoz mennyire közeledik a sávművelés, azt tudom mondani, hogy nagyon. Tehát gyakorlatilag minden eleve. Tehát onnantól kezdve, hogy a navigáció
szükségessége, az RTK jelpontosságú navigáció szükséges, azt, hogy pozícionáltan rakjuk ki az összes input anyagot, tehát gyakorlatilag az alaptrágyát, akár a méztrágyát, a hígtrágyát, a fejtrágyát, a startertrágyát, ez mind pozícionáltan történik, ugye köszönhetően ugye a sor-sor közmegkülönböztetésnek, és akár még ugye a növényvédő szert is lehet ugye külön a sávba, illetve külön a sor közt kijuttatni. Ugye ezen felül ugye a differenciálás, ami nagyon-nagyon fontos, tehát ugye ezekkel a sávművelőkkel lehetőség nyílik arra, hogy differenciáltan juttassuk ki az alaptrágyákat, vagy akár a méztrágyát is. Aztán ugye vetéskor differenciáltan tudjuk vetni ugye a tőszámot. Az összes aktív irányítás, tehát a navigációhoz kapcsolódó aktív irányítás, ez mind-mind szerves része ennek a striptill rendszernek, tehát ahhoz, hogy megfelelő pontosságot érjünk el, érdemes ugye ezekre az akár az aktív, akár a passzív munkagép irányításokra külön beruházni, és tényleg itt a fejtrágya kijuttatásba is a differenciálás szintén, vagy amit még nem említettem, ugye a jövő évben megkapjuk az első olyan permetezőnket, ami kamerarendszerrel lesz felszerelve, és ugye amit nagyon sokszor említettünk, ugye a sávműveléses rendszernek, a striptillnek a szerves része, a glifozátos kezelés elsősorban tavasszal, ugye ez a rendszer képes megkülönböztetni a gyomot a tarlótól, és csak oda juttat ki növényvédőszert, ahova feltétlen szükséges, ezáltal a fenntarthatósági szempontokat is gyakorlatilag itt figyelembe vesszük. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó rendszer lesz a jövőben, nyilván meg lesz az ára, de én úgy gondolom a növényvédőszer nyomást gyakorlatilag visszább tudja venni, tehát meg fogunk tudni felelni az EU által előírt Green Dealnek is, illetve ez együtt ugye gyakorlatilag fent tudjuk tartani a talajaink állapotát, tehát nem kell feltétlenül a mechanikai gyomírtás felé nyúlnunk ezzel ennek az eszköznek a használata segítségével. Igen, örülök is, hogy bedobtad ezt a Green Deal fogalmat, mert hogy részben érthető módon ugye azért a gazdálkodóktól sokszor negatív felhanggal érkezik ez a fogalom, de hogy azért nagyon komoly lehetőségek is rejlenek majd benne, hogyha tényleg technológiai, technikai oldalról is megtámasztják, vagy megsegítik majd a termelőket. Igen, én is úgy gondolom, hogy itt nem feltétlenül a növényvédőszereknek az elhagyása lesz a jó út. Akkor azért azt kimondhatjuk, és most Dani rád nézek, mint termelőre, hogy itt tényleg megjelenik az, hogy a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás, ami ma már némiképp egy ilyen divatfogalom, az tényleg alárendelődik, ilyen csúnyán mondva, a talajvédelemnek, a talajmegújító módszereknek? Igen, most már az van a középpontban a gazdálkodókat illetően, hogy nem az, hogy mit csinálunk, hanem hogy hogyan. Hogyan használjuk az inputokat, hogy megfeleljünk a társadalmi elvárásoknak. És ez valamilyen szinten háttérbe is szorítja nekünk az eddigi irányunkat, az eddigi gazdálkodásunkat, tehát eddig profitot kellett termelni. Most már az is számít, hogy hogyan tesszük ezt, miket használunk, és milyen dózisban, igen, és hogy hol. Most már ezeket nem tudja senki figyelmen kívül hagyni, ha még tagadjuk is esetleg, pár éven belül ezek realitások lesznek. És az elsőleges dolgunk az, hogy fenntarthatóan, és hogy átláthatóan termeljünk. Hogy minket megkérdez valaki, bármikor tudjuk mondani, hogy igen, mi megfelelünk a legújabb trendeknek, és a társadalom joggal várhatja tőlünk, hogy a talajokat és természetet óvva gazdálkodjunk ezekkel az új technológiákkal. És akkor még nem beszéltünk például olyan témáról, mint a karbonkreditek kérdésköre, de ezt is most csak így bedobtam, illetve hát hektármagágy hallgatók azok tudják, hogy Dirici Zsomborral volt egy jó 40 perces beszélgetésem ezzel kapcsolatban, és hát azt gondolom, hogy a sávos művelés is egyfajta megoldás lehet ezzel kiegészülve. Tehát remélem, hogy tényleg az lesz a trend, vagy az lesz a jövő, hogy sokkal fenntarthatóbbá válik a gazdálkodás, de közben nem egy ilyen bürokratikus pókhálóba kerülnek a gazdálkodók és a termelők. Egy darab hallgatói kérdést szeretnék még felolvasni, és arra én fogok reagálni. Kis Henrik Ferenc kérdezte,
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e példa arra, hogy agroerdészeti eljárásokat alkalmazzanak no-till talajműveléssel együtt vagy mellett, illetve a sávos művelés témájához ő igencsak közelinek véli ugye az agrárerdészeti rendszereket, és van-e ilyen kísérlet vagy próbálkozás, ami ezt vizsgálja? Ha jól tudom, akkor stúdió vendégeim erről így nem tudnak. Nekem nincs tapasztalatom benne személy szerint. Sincs. És még nekem sincs, de, és egy jó nagy de, ugyanis a következő utáni nagy hektáradást az agroerdészeti rendszereknek szeretném szentelni, méghozzá gyakorlati oldalról. Nagyon sok kísérlet zajlik Magyarországon. Még én sem tudom, hogy no-till vagy akár sávos rendszer ebbe már beillesztődött, vagy még nem, de ha igen, akkor biztos, hogy szót ejtünk majd róla. És hát akkor elérkeztünk az adásunk végére, ahol mindig azt szoktam kérni, hogy a vendégeim egyfajta ilyen üzenetet, útravalót, utolsó gondolatot dobjanak be a köztudatba, akár, és talán lehet, hogy leginkább azoknak, akik most gondolkodnak a sávos művelés bevezetésén. Hogyha valaki precíziós gazdálkodik, illetve van egy másik réteg, aki a talajvédő műveléssel, regeneratív műveléssel foglalkozik, ne különüljön el a két társaság. Tehát én úgy gondolom, ennek a két dolognak együtt kell futnia. Ezek egymást nagyon jó kiegészítik, és talán azt lehet mondani, hogy nem is működnek egymás nélkül. Tehát ez a két dolog együtt kell, hogy maradjon. Tehát ne külön úton legyen. Most jelenleg nagyon azt érzem, hogy inkább a precíziós a mainstream, a talajvédelem egy kicsit háttérbe szorul, de nyilván bizonyos körükben a talajvédelem a mainstream, és a precíziós szorul a háttérbe. Én szerintem ezek csak együtt tudnak nagyon-nagyon jól dolgozni, és a legjobban működni. Összefogás. Így van. Dani? Én ezt tudnám javasolni, hogyha tehetek ilyet, hogy engem sokan keresnek meg, hogy szeretnének ezzel a technológiával foglalkozni, elindulni. Azt érzem rajtuk, hogy az akarat megvan bennük, de azt kérem, hogy akkor tegyék meg az első lépést, és legalább a helyszínen nézzék meg ezt a technológiát, beszéljenek olyanokkal, akik ezt csinálják, és hogyha tehetik, van rá lehetőségük, akkor induljanak el bármilyen irányba, akár a sávművelésbe, akár a még kevesebb talajművelésbe, és ezt a szemléletet, ha lehet, akkor tegyék magukévá, hogy minél kevesebbet, ha kevesebb, néha több. Bellai Tamás, a Kite ZRT gépkereskedelmet támogató mérnöke, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Nagy Dániel, neked pedig különösen, mert hogy említetted, hogy itt némiképp kiléptél a komfortzónádból, és szerintem egyébként nagyon jól sikerült. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság! Az adás szakmai média támogatója az Agrofórum. Iránymutató a mezőgazdaságban. Hallgatóimtól is búcsúzom, köszönöm, hogy velünk tartottatok, és ezt a talajkímélő technológiát is megismertétek. Ha még nem hallottátok volna, akkor hallgassátok vissza a többi adásunkat is, legfőképpen természetesen a mai témához talán legjobban kapcsolódó no-tilles beszélgetést. Ugye no-till a Magyar Ugaron címmel találjátok meg a különböző podcast platformokon. Hallgassátok a Hektár Magágy podcast sorozatot is, és kövessétek a Hektárt Facebookon, ahol Hektár Mezőgazdasági Podcast néven találjátok, ahogy egyébként a YouTube-on is. De legyen szó Spotify-ról, iTunes-ról, Deezer-ről, Google Podcast-ról, mindenhol iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy értesüljetek a legfrissebb tartalmakról, adásokról, mert a következő három témám is megvan, itt van a fejemben, egyet ugye be is dobtam az agrárerdészetet, illetve hát a Hektár Magágyban is nagyon érdekes interjúk szerveződnek, de ezekről majd a Facebook oldalunkon tájékoztatlak benneteket. A Hektár mezőgazdasági podcastot hallottátok Gribek Danival. Ne feledjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!